your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM-en. 6 óra után 15 perccel itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello Feri, hello Jani. Sziasztok, jó reggel. Na, valaki úgy könyökölt rá a pultra, hogy nagyon jól szólunk, úgyhogy ezt kéne megtartani. Akkor tartózz le. Az enyém nagyon jó. Tartsd a levegőben a kezedet. Most nem tudom, mi van, de ez most nagyon jól szól. Nem, hiába a Feri, tehát ez a lefotózás, meg beállítás, hát, meg beragasztás, meg... Nem, esetleg azzal lehetne így megoldani a dolgot, hogy ez így stabilizál, hogy mindegyik gombot így egy százas szöggel szépen rögzítenek, és akkor talán itt mindig az van, mint hogyha, komolyan mondom, mint hogyha két naponta egy másik stáb jönne be ide, és így, így össze-vissza, én nem tudom, vagy Sunny Rolly jön be, és akkor hívják is meg a pultra. Szóval képzeld, nem ez van, ennél rosszabb a helyzet, mert ha valaki elnyomkodja, az legalább egy tudatos döntés, vagy tudattalan. Itt szerintem egyszerűen magától elállítódik, lelke annyira van. Szar. Tehát, itt valaki leül egy erősebbet, rávág a pultra, csettint egyet, és abban a pillanatban, hogy így minden elmegy. Tehát, hogy itt nem is kell nyomkodni, nem zsűr, hanem magát, ugye? Magától egyszerűen megmagyarázhatatlan. Billeg az asztal, és ahogy billeg, igen, így a körülbelül össze-vissza mennek a gombok, meg a... Hát figyelj, én is most magamhoz húztam a mikrofont, és kiesett belőle egy darab. De most visszarögzítettem, hogy van nálatok esetleg valamilyen erőteljesebb pillanatragasztó. Epokit. Igen. Valamilyen nem tudom micsoda, de hogy... Nem mindegy. Mert te is mit húzgálod a szegény mikrofon, miért akarod odahúzni magad elé? Tehát ahogy van, úgy kell műsort vezessünk, ha így lent van az asztal, mert akkor így feküdnöd kell egészen. Igen, az alkatrészek is menekülnek. Nem mindegy. Igen. Na, mi újság van? Minden. Minden oké? Minden. Olyan kellemes délutánom volt, egy repülőtéren töltöttem a tegnap délután. Na, és már vissza is értél? Na, visszatoloncoltak, igen. Egész délután forgattam, de olyan jó helyen, egy nagyon meditatív helyen, egy olyan reptéren, amit én nem is ismertem, mert egy ilyen magánreptér. És egy lehet. Embernek a repülőtere. Egy csapatnak a repülőtere. Csapat. És ott trendivel forgattunk, tessék. Láttam a Blikben, igen. Hogy igen. Legalább az is szóhatná ilyenkor. Hogy... Mit ír a Blik, igen. Szóval ott voltam, és jó volt, nagyon szép környezetben voltunk ott. Puszta Zámbortól még egy kicsit arrébb. Ja, azt hittem, hogy valami új létesítmény, pénztáros lőrinc. Vagy vettem egy repülőt, vagy mire gondolsz? Szóval nagyon jó helyen voltam tegnap. És akkor ott ülsz, és a meditatívsága abban valósul meg, hogy a lefelszállógépek zaja... Hallgatom. Próbál meg nézni, hogy hol voltam, de nem emlékszem, hogy hol voltam. Jó, elég ez. De jó, azért volt. Tömegek ne zarándokoljanak most ott oda. Igen, utána. Ne menjenek oda. Azért ez legyen a te kis reptered, ahol te ugyan föl nem szállsz, de elmész néha, leülsz, és... És nézem. Ezt hallgatod. Jó volt, jót de biztos, forgastam. Hogy Magyarország volt? De ez a Magyarország jó volt. Van, azért nem volt de valami egzotikus növényzet, egzotikus állatok, semmi ilyesmi nem volt. Már azt tudod néha, hogy hol vagy. Tehát, hogy... Már annyi helyen forgatok, hogy már nem tudom, hol forgatok. Nem, ezt még megismertem, ez Magyarország volt. Ez egy Magyarország volt. Én tegnap egy kicsit mélyítettem a táj-magyar kapcsolatokat, hát megint nagyon jól éreztem magam. Mert volt egy uratni? Voltam. Mennyire el akarok menni már én is? Jó volt. Mindig csak megőr, festettek. Vagy? Festettek nem közben közelőtérbe. Figyeljetek, nem hittem el. Az volt a baj, hogy csinos a recepciós lány, és hát ez a festőknek is feltűnt. Aha. És folyamatosan ment a... Nyugati tér és környéke? Igen, ment az oltogatás. Amire ott nem hisz, már biztos befejezik a festést. Nem, nekem már egy másik helyen hallott, most. Nem hittem el. Tehát, hogy így és folyamatosan... És ez ment végig, tudod, hogy már vártam a végét. Kósoljatok már! Én nagyon szeretem őket. Nagyon szeretem őket, de eddig háromszor benyaltad. Aha. Hadd ajánljak én egyet, ahova menj el, és köszönöm, most el is fogom fogadni. Jó, mert most egyet. Hazafelé menetünk beszéltem, nem is mondtam neki, hogy na jó, akkor most így. Pihentessük ezt a dolgot. Hadd mondjak én egyet. Tudod, hogy nem nyúlok mellé. Törzs vendégkártya ide vagy oda, mondom. Nem éri meg az a 10%. Nem ezt keresem. Igen, nem ez az élmény, amit keresem. Mondok egy jót.
Jó? Azon belül két nevet is, hogy kit keressél. Jó. Ennyire jóba vagy már meg. Én nekem fix helyen van, én nem kockáztatok. Fix helyre megyek, és mindig van és két nevem. És a két név, Hugo és Tivadar. Igen. És ha nincsenek, Józsi és Béla. Nagyon jó kezük van, és Istenem masszíroznak. Nem, nincs messze, és tényleg csönd van, nyugi van, soha nincsen zaj, soha nem zavar senki, kevesen vannak. Na most várjál, neked nincs zaj, ha ő megy, akkor ne, figyelj, nem, én tényleg nem ezért járok ilyen típusra, ha szökőjévente egyszer, vagy itt tudom, két hónta egyszer elmegyek, akkor tényleg azt szeretném, hogy így mindenféle tekintetben így rendben legyen az egész, mert nem svéd masszázs, nem sportmasszázs, nem hogy hívják, tehát, hogy, hanem ez egy thai masszázs, hogy minden egyes körítés. Olajosra mentél, vagy olajos, már nem megyek birkozókkal. Nem mész? Hogyha küzdeni ott, hogyha rajtam bizonyítsák be, hogy erősebb a markuk, mint bármilyen más férfinak Dél-Kelet-Ázsiában, nem, egy idő után. Az az összetörős? A birkózós? Hát, attól függ, kihez mész, igen. Az a baj, attól függ, hogy kihez mész, azért kell egy jót találni, és akkor ahhoz járni állandóan. Tudod, az is jó lenne, nem kell, hogy azért beleroppanjál, de az keményebb. Az a baj, hogy nehéz kifogni olyat, akihez mindig el tudsz menni, mert mit tudom, elmész, marha jó eset, oké, de mire legközelebb mész, addigra már visszatoloncolták Görögországba, ahol bejelentett az utat. Igen, ráadásul az a baj, hogy annyi thai-masszázs szalon van, hogy még egy hete valami Phuketi-szigeten egyébként éppen mandarint árult. Tehát, hogy nem, hogy a Vatpó iskolába tanult a bankokban masszázs, ami az eredeti thai masszázs, ahol tanulják, hanem a frissen fénymásos diplomája. Igen, tehát 3 évvel ezelőtt Szamuin volt még fagyjárus. Csak ezt föl kellett tölteni, és annyira, tehát az első hozzányúlásnál rájössz, hogy nincs köze hozzá. Igen. Aki rutinos masszőröz járó, az körülbelül már, amikor belép és rátérdel, tudod, hogy van olyanokat sem masszőröm, csak mondom, hogy rád áll lábbal a hátadra, belenyomja a hátadba a lábujját, és megrántja a hátadat a lábujjával. Megőrülsz annyira, jó. És 3 csigajáli, tyung, így azonnal helyre ugrik. Az de ezt lábujjal csinálja, úgyhogy áll a hátadon. Amikor először megcsináltam, mondom, biztos ez? Nem tetszik leesni onnan? A ventilátor nem fogja bekapni a haját, nehogy baj, a kontját nem viszi. És lábujját beakja a lapockád alá, a lábujjait, megtámaszkodik a sarkán, megrántja hátrafele a sarkát, úgy az egész lábát tudom, amikor húzol egyet így a lábadon. Na, ott legalább van rutin. Amit a munvókozni akarná valakinek a hátán. És megrántja, és abban a pillanatban így állnak helyre a csigolyáin. Én biztos ugornék egyet, de ő is. Óvatosan. Aha. Az a hát, az milliókat ér. Nem. De hogy előre, de nagyon jó, hogy fényük nincs, hogy ki vagy. Így röhögni, csak látják, hogy nagyon szenvedsz, de közben állni se nem tudják, és én annyira szeretem. Az a lavék, amikor egymás mellett vannak, és közben sztorizgatnak, és röhögnek. Fogalmas nincs, hogy miről beszélnek. Nem, nem, nem. Nem látom, hogy milyen kicsi lehetnek. Biztos, hogy erről beszélnek, igen. Valami ilyesmi, de tényleg legalább profi. Az egy profi volt, mert rögtön lecserélt egyébként a párnahúzatokat, és behozott egy papajtól még szóbb megszokás. Igen. Két rákos sajtburgert és egy fish and chipset, illetve egy grill kalamár is kiürített a hamutálakat. Aztán rájött, hogy nem, most már ő masszáj. Mondok jót, engedd meg, hadd vezesselek ebbe is át egy másik univerzumban. Jó, a tatarozós, kicsit festős, Józsikám, hozd már cementet, fél kilót, mert már elfogyott a sóder, meg nem tombol egy klasszikus, nagyon hagyományos, tradicionális thai-masszázs. Azért az egy szalomba, ilyen, ami az enyém. Leteszem kifelé. Ja, igen. Amit én nyitottam, csak nem reklámoltam. Van egy 10% kedvezményet sem. Az első háromra vendégem vagy. Kimentem, letettem a cuccaimat, mentem vissza a papucsal, hogy ezt is betegyem, amire visszamentem, már ilyen festékes pólók voltak. Az én cuccaim mellett. Hát most... Hát vetkőzni, nekik is kell valahol. Hát persze, meg hát látták, hogy az enyém is olyan állapotban. Én például ilyenkor úgy döntök, hogy ha nincs meg a harmónia, erre bemegyek, azt mondom, nem, hopp, leveszem a rezgést azonnal. És, oh, nem úgy rezeg, neked nem kell. Köszönöm, nem. Bármilyen olyan katyvasz, festékes vödör, hát csoda, hogy bementél. Hát aha, nem, az volt a baj, hogy amikor bementem, meg volt a harmónia. Aztán kicsit jöjjön, tegyetek el mindent. Valószínűleg késő érte, több helyen dolgoznak egyszerre, mert délre jöttek. Persze, és mire kijöttél, fel volt álványozva. De volt keverve a diszperzit, és egy kéteni henger volt fest. De nem hiszed el, tényleg kint volt. A Lajos már ott hengerezett. Miért nyalod be ezt mindig? Komolyan mondom, miért nyalod be ezt mindig? Mamutka, valami öreg szuszogott melletted, meg kvartyogott, meg izé, nem tudom mit csinált, a telefonált. Hát most 3-ban 3 nem jó. Reggeli rádió műsort csinálok. Hát minden szépen, minden jó. Ráadásul ez egy drága mulatság azért. Tehát hát, itt másfél órára elmész, azért itt kemény pénzeket hagytol. Tehát ez nem egy svéd asszonyos 2000 euró óránként, ez egy drágább történet. 40%-os kártya, hogy Istenes, de hogy... Na, hogy itt is kikuncsorgunk. Itt is kikuncsorgunk neked valamit, de menj el. És az olajos, az a csúszkás? Nem.
Az olajos az a, az a, az a sima, az egy sima olajos masszázs, ami nem annyira dura, mint a táj, de nem csúszkál rajta. Nem csúszkál. Nem, utálják is, ha ilyenekre rákérdezel, erre meglehetősen nagyot ugranak. Tehát ne indíts majd, mikor bemész esetleg te is, hogy kiskezi csókolom, kiskezi csókolom, happy finish, bum bum finish, csúszka masszázs, mert azonnal állítáj, neked rohadt. Nem szeretik, mert sokan keverik ezt össze. Ugye le kell feküdnöd, és át kell öltöznöd, mert kimegy, és te átöltöz és lefekszel. Igen, és aztán leült. Ne az legyen, hogy bejön is csúszkod. Ott áll a nagy fa, hogy jaj, gyere bébi. Játszol a brével, és akkor... Hát mondom, segítek elő. Érted, a neheze ne rámaradjon. Meg nem is olyan leosztási egyébként, hogy nagyon kedved lenne hozzá. Igen. Nem, aranyosak, kedvesek, de nem túl szexik, szóval nem jut eszedbe. Bejön a kis vatyák. Nálam 10 centivel alacsonyabb, de egyébként 30 kiló van. De olyan keze, hogy a görög dinnyét puszta kézzel eltöri. Tehát, hogy két ujjal összeroppantja neked, ezért nem tudom milyen idő. Mezőkövesdi 30 kilós dinnyét összetöri neked. Már fél órája masszírozott, mi részvett, hogy az asztallap. De küzdött vele, hogy hát nagyon keménynek érezte, szét akart a dörgön. Igen. Hol van ez a hely, Balin? Balin. Szívesen megmondom, de nem akarok a szalonomnak most ilyen nagy reklámot csinálni. Kellemetlen lenni, hogy ma derült. Majd az utolsó héten, amikor már nem lesz hova küldeni az NMHH-nak a csekket. A csekket, igen. Azt mondja, hogy ír egy hallgató, hogy élvezhetetlen az online adás, akadozik, két percenként újra kell indítani a böngészőt, hogy menjen. Mondd meg, hogy melyiket hallgatod, mert többféle online adást lehet hallgatni. Tehát hol hallgatsz minket, segítsekünk, és akkor utána nézzünk. A morningshow.hu-n, a Klasszon, a crossfm.hu, tehát hol mentél fel az online-unkra, és akkor majd dolgozunk rajta, hogy ez ne így legyen, bár 10 éve dolgozunk rajta, és igen. Tehát, hogy nem tudjuk megcsinálni, de utána nézünk mindenképpen. Igen. Hát igen, ha nem még rádió, meg nem tudom, mi menne arról a szerverről, amiről az online adásunk menne, egy nagyon durva 30 ezeres beruházással talán tudnánk jó online adást szolgáltatni, de hát erre nem került sor. Az elmúlt 8 évben itt. Most már meg hova berúgál. Megértem, mindegy. Mert hogyha, meg ráadásul ez az internet is olyan, hogy ott nincsenek személyek, tehát mert ha személy problémák lennének, vagy személy felelősök lennének, akkor Gyula megindulna, oda menne, kitépne egy gerincoszlopot, felszögezni a falra egy fenyegető hangvétel üzenettel együtt, akkor meg tudnánk így oldani a dolgot. És akkor így helyre tenni a dolgokat. Mert ha Gyula megindul, igen. Akkor vége van. De ezzel most ő se tud segíteni, de megpróbáljuk, írd meg, hogy hol, jó, hogy melyiket hallgatod, mert több úton módon lehet azért online-t hallgatni. Nekünk ez a Morning Show applikáció már nem is működik, mi? Hát de egyébként az működik. Azzal már nem működik. Tartott a karba senki. Működik, hát csak tudjuk, hogy... Jó, mondjuk az IT-s hátterünk, igen. Persze, tehát hogy ott úgy működik, hogy a honlapunk, tudod, tehát hogy vannak még életélek. Igen. Időnként egy-egy szífon. Átraktuk a tartalmat a Facebookra. Semmi. Az a négy ember egyébként tök jól érzi magát, aki fönn van. Na, azt mondja, hogy az abban nekem is folyamatosan akadozott az online, küldte Szalam. Ezt írjátok meg, közebb ott használjátok-e még, vagy egyetem, van-e még? Jó, a Szalam, ne nyüzsögjél már, jó, ez neked így is. Így van, Szalam, mit fontoskodsz? Eddig jók voltunk már. Igen, most az megy valaki, ez nem kell egyben nyugoskodni. Ha hallod rögtön, mit érted becsatlakozni. Azt mondja, hogy... 4-es útszónokon előtt nap ellenőrzés, nem tudnak aludni, írta valaki. Megirigyeltek a rendőrök 3 napos, hát... Akkor mi is? Húzzunk rá egyet pluszba. Két zene, Balázs, megint kicsit. Ilyeneknek mindig két zene van most már, azért ez egy ideje így van. De egyébként valóban így volt. Nem, az egy zene volt, csak nem volt egységes. Igen, imanyi. Egy jó imanyi, hát azért az mindenki szívesen meghallgatja. Mert Robi is jó volt. Na jó, hogy állunk játékkal, mi a helyzet? 2-0. 2-0? Bizony. Hát akkor szinte megvagyunk. Hát most már ezen a 3 napon csak behúzunk egyet, és akkor megvan. Jól van. Morganotikám, azt írja valaki. Már ez nem. Sorozat ajánlás, írja valaki. Jani, valami új? Mi van? Sorozat. Én csak a régieket tudom, kettőt nézek. Hát az Onision család most ott tart. Stranger Things, azt nézzétek, elkezdtem nézni. Fú, de jó. Tudom. Fú, azt aztán te ajánlottad. Nagyon rendben van. Stranger Things. Kicsit E.T., kicsit nem tudom mi, de nagyon minden jó. Van benne. Minden van benne. Egy 80-as években játszott. Egy ilyen kis poltergeist. Fú, nagyon jó. Kis, hogy hívják, tűzgyújtó. Tehát, hogy nagy 80-as évek kicsit klasszikus, kicsit vannak Stephen King. Van, de úgy, hogy nem zavaró. Tehát, hogy felvállaltan ez. Az összes nagy klasszikustól elvállopva egy-egy képkocka nagyon mozzanat, hangulatos. És az egészről annyira retro élményed van. Én még csak az első részt láttam, de nem mertem órákig elaludni utána, és mindig jelenlámpával jártam a lakásban, és bárki jött velem szemben. És vannak benne gyerek szereplők is, ami alapvetően egyébként egy tök jó indok meg ok lenne a mellényúlásra, tehát én nem annyira kedvelem. Hát
Geszti Péter óta nem szeretem a gyerekszínészek. Jó reggelt, Péter, hallgatsz minket? Szia. Te, hogy mellé nyúlhattak volna, de nem. De nem. Még ott is jó volt a casting. Pedig azt azért elég nehéz elhinni. Miért nézel olyan sorozatot, ami után nem tudsz elaludni? Túloztam, azért olyan jót aludtam, hogy tudnak persze. 40 éves már csak nem tudom vissza magam. Én nem merek például horrort nézni. Egyszer megnéztem azt a Barlang, vagy mi volt a cím. Nagyon jó film. Hát, jó, az mondjuk picit erős, az picit erős. Erős véglet. Igen, azt mondták, hogy az így jó, azzal Feri, nézd meg. Hát figyelj, én hetekig nem tudtam bemenni zárt helyiségekbe. Jó, hát én mondjuk... Gyertyával a budin ültél. Biztos is. Kiégett a lámpa. Persze. Elemlámpa, gyertya, minden ott volt, nem, vagy viharlámpa. Az Evil Dead-del kezdtem, ami ugye az Erdők Szelleme, vagy az Erdő Szelleme címmel futott annak idén a VHS korszakban. Aztán megnéztem a Rémálom az Elm utcában első részét, illetve volt egy az Aszfalt Kannibáliai című, talán német ilyen horrorfilm, az is nagyon jó volt, illetve igenis azt mondom, hogy még a Bostoni Hasfelmetsző. Ez volt ez a négy, amit elsőnek megnéztem. Hát, csoda, hogy megálltam a nővésben. Na, hát én Én hónapokig nem tudtam utána normálisan aludni. Hát gyerekként az más, persze. Más. Freddy Krüger doboltak is hosszú ujjaival a busz vezetése közben, és ott ültek mögött a gyerekek, és tudtad, hogy nem sokára az összesnek kampec. Az más volt. Igen. Freddy Krügertől én hónapokig nem aludtam. És volt még apám, aki nagyon durvászik. Nem is iskolába ezért. Hú, de sosem szálltam fel az iskolabuszra, de utáltam. Fia, Rémálom az Elm utcában. Hát azt mondom, Freddy Krüger az... Úristen, úristen, nagyon durva volt. Igen. Nagyon igen. Durva. Az legalább annyira durva, mint a gyerekrablás a Palánk utcában. Hát, hogy így szerszegyek, és a leütetővel. A leütetővel volt még ennél durvább, illetve a Pestentlőnici május 1-e, 78-ban. Na, egy kis sorozat ajánló még, nézzétek a Narcos, nagyon jó, Escobar életéről, most jön a második évad, szintén nagyon jó, és mit tudom én, nézzétek meg az American Crime Story-ba a Cuba Gooding Jr-ral, amit szintén igen. Sokszor ajánlottunk, hát ha valaki nem hallotta, az O.J. Simpson ügynek hát tulajdonképpen a tényleges feltárása és korhű dokumentáció, hogy mind csúszott el az ügyesség, és miért nem tudták leültetni úgy OJ-t, hogy mindenki tudta, hogy ő a gyilkos. Mindenki tudta, DNS nyomok, minden. De az amerikai igazságszolgáltatás hogy működik? Ha meskü meggyőzöd az esküdteket, bárkit felvettenek. Erről szól 10 rész, szenzációs. A Travolta új fénykorát éli, ezt is elmondtuk sokszor. Na, ajánlottunk egy párat, hát ezeket már mondtuk. Ha valaki tud valami jó újat, írja meg nekünk, mert mi is szívesen veszünk tippeket. Nem? Örülünk sorozatoknak. Igen, mindenképpen. Meghalni sincs időm most, de egyébként azért az... De majd. Egy jó desszert. Egy jó desszertként azért az este fogyasztjuk. Na, játszunk akkor Ákos hírei után? Játszunk. Igen, úgy szoktunk. Azért, aki Bali reggel egy Kelly Family, ne húzogassátok a bajszót. Nem, jó, most berágtam. Most kaptok egy Kelly Family. Toljunk egy Angel. Most letolok egy Kelly Family. Az Ákos is elmaradhatná. Most húzogattátok Oti bajszát, üzeni Ibizáról nektek. Oti bármit, kérlek. Oti még alszik, Ibizán nagyon-nagyon durrantott tegnap a pecsába, pacsába, vagy hol. Hallgassuk meg az Angel című számot, a Beltenyészet című albumot. Igen, miért te szaporodj családon belül? Erre jó példa a Kelly Family. Így van. Miért te feküdj le húgoddal? Csúnya ronda, a rád nagyon hasonlító gyerekeid lesznek, és ez vérfertőzés. Miért lett volna jó, hogyha nagynéni kulcsra zárja az ajtaját? Azután a jól sikerült szülinapot. Igen, mi van? Megkívánod a nagymamádat. Nézd meg a Kelly Family. Így van. Miért nem jó, ha mindenkinek hátközépigérő haja van, és hát és hason fekszik? An Angel. Hát nagyon jó. Igen, jó. Meg vagyunk. Kelly Family. Biztos, hogy nincs más alternatív, vagy csak ez? Én a hallgatókkal vagyok. A hallgatók a barátaim. Amit ők kérnek, én teljesítem. Úgyhogy fogadjátok szeretettel. Jól teszed után. Már jó? Többiekkel meg én ott vagyok, de majd mindig. Könnyű megszólalni egy ilyen dal után, kértétek, megkapjátok. Istenem, ez régi szép emlékék. Eszem jutott, amikor megkaptam az első szagos radírómat. Van egy generáció, akik már nem tudják, hogy ez mi. De most már ők is. Ők is tudják, hogy van egy család, egy beltenyészetes család, ahol még nem tiltották a családon belüli szaporodást. Töröd meg a könnyeidet, Jani Kaptázsa. Jani Kussolyán. Van, aki szeret. Igen, Jani Kussolyán, nagy a baj. Nagy a
baj. Nézzétek, DJ Oti üzent Ibizáról, hogy a szemét tartja. Tessék? Mi a baj? Tehát, hogy mi a baj a Otinak? DJ Otit elkezdték megkeresgetni Magyarországról, hogy lépjen fel itt ott. Uh-huh. Ez a helyzet. Egy másik kontinens. DJ Otinak vannak egész komoly ajánlatai. Aha. És ezzel utasítja el, hogy egyelőre ezzel jönni. Üzent, hogy jól érzi magát Ibizán. Istenem, jól érzi magát Ibizán. Na, hát kértétek. DJ Otitól kértek valamit, megkapjátok, úgyhogy csak óvatosan. Jó, ahogy a kínai mondás miért is... Miért kellett beledünnyögni, vettem fel kazira. Hogy a kínai mondás is mondja, ne kérd, mert megkapod. Ugye? Ez egy nagyon érdekes, aha, nagyon fontos mondás, és nagyon mély jelentősége van, hogy ne kérd, mert megkapod. Aztán ki tudja, mi lesz vele. Hát ez egy ilyen műsor, mindent, kedves hallgatók. Mindent értetek. Valakinek még valami? Aztának tessék, igen, nem vilelek. Ibizán Oti kint áll az Erkélyen a luxus szállodájában. Nézd a földközi tenger, és közben napfelkeltét néz, és várja, hogy mit kérnek tőle magyarországi helytartói. Úgyhogy csak tessék. Mi ész, hogy sétálsz egy ilyen fehér, hogy fehér lemvászon ruhában, mezitláb. A kezedben ott van a kis, hogy hívják, hogy papucsod. A kezében? Nézd. Nem az én kezemben, az ő kezében. Nem, a te kezedben. Mi a nem te vagyunk kezedben, egy de DJ Oti. Nem, sétálsz, ő. Szól közbe az An Angel. Aztán mész le, és belelépsz egy sörös kupakba. És DJ Oti egy másik személy, nem én vagyok. Ja. Ő az én kivetülésem, hát, egy másik. Ő az én alter ego. Gyilkos védekezett hasonlókkal. Mi a vagyok, hogy Jackie is. Nem én vagyok, én ő. A személyiségem másik része, de nem én vagyok. Ő egy másik teljes önálló individuum. Tehát, hogy egy hang a fejedben. Na, jól van. Játsszuk akkor egyet, jó? Itt van már is egy hallgatónk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggel! Sziasztok, jó reggel! Szia! Nem léptem még föl. Kipére, ezt akartam kérdezni, ki vagy, mert még nem látom. Tamás, hello, honnan hívtál minket? Jó, itt Paul Petrus és Jimmy. Sziasztok, Budapestről, a Váci úton. Éppen már munkában vagyok. Váci úton, mit csinálsz a Váci úton? Hát egy táv cégnél vagyok, hálózati analitikus útakörben. A betyárja. Szép szakma. Hálózati analitikus. Karbantartó? Hát, mondjuk igen. Hogy ráéreztem? Küldje már el mindenki a saját foglalkozását úgy, hogy próbáljuk majd kitalálni, mit csinálni. És mindig megcsináljuk, de annyira szeretem. Hálózati analitikus, szóval karbantartó. Oké. Okay. Igen, mondjuk így. Egy kép előtt ülök, aztán tervezgetek meg, karbantartok, vagy ilyesmi. Jól van. Kire játszanál? Veled, Balázs, úgy hallottam, még nem játszottál a héten. Ettől függetlenül lehet az, aki játszott, nem kell mindig ilyen kiszámíthatóan körbe-körbe menni. Nem ennek. Igen, tudom. Bárki. De az is jó, háromszor játszik a Feri, vagy én, vagy de nem kell, ez mindig körbe-körbe megyünk. Igen, jó. Oké, okay, játszunk akkor. Jó? Te mert szívesen játszom vele, Tamás. Mehetünk? Jó, persze, mehetünk. Jani? 3-2-1 fire. Jó játékos vagy, Tamás? Megpróbálok jó játékosnak lenni. Szoktál gyakorolni, vagy gyakoroltál valakin? Gyakoroltam már. Ki? Még régebben játszottunk ilyet. Na, haverokkal. És nyertél? De hát volt, hogy nyertem, volt, hogy kevésbé nyertem. De... Régebben az mit jelent? Mikor? Mikor játszottál ilyet? Hát egy 3-4 éve. De azért, hogy készüljél erre a játékra? Ellenünk? Nem. Szóltál? Hát, mondtál valamit, mint a kicsúszott volna egy tiltott szó. Jól hallottam? Mondtál valamit? Itt vagy? Haló? Itt vagyok. Mi történt? Kimondtad? Semmi. Semmiképp sem mondtam ilyet. Nem. Ne? És most? Még egyszer, hát most még hányszor hallgassuk meg. Meg kell állni. Időt kérek, challenge van. Hát most a más... Lehívom a vonalbírót, hát hogy jöjjön le, és nézze meg, mert szerintem ez out volt. Így van, a második azért az elég tisztán meg volt. Az elsőt azt elnéztünk, ment is tovább a játékból. Csak a Balázs cseleskedett egy picit, de hogy kicsit megpróbált megmókolni. A második az kicsúszott sajnos.
Hát ilyen ne volt. Na jó, nem. Ez a baj az informatikusokkal. Mindig újra akarják indítani, látod? Ez kim volt? Ez kim volt már egy picit? Out volt egy picit. Egy kicsit korábban reggel, sajnos kicsit. De nekem nagyon tetszett az a definíció, hogy kevésbé nyertél. Igen, ügyesen kicserülted. De volt, hogy kevésbé nyertem. Tomikám, legközelebb bepotoljuk ezt a játékot. Nem bepotoljuk, játszunk egy visszamágot, jó? Jó, így legyen. Jól van. Köszi a játékot. Köszönöm szépen. Ciao, hello. Nem azért mondom, de jöttem, láttam és eldöntöttem a hetet. Tehetek én arról, hogy pont szerdán hívtak ki a hallgató? És ezzel, mint a mérleg nyelve, megint eldöntöttem egy hetet. Köszönjük neked, még jó, hogy nyilvosszat sem csináltunk hétfőket. Hát most jó, hát. Valamit ott karírnyáztatok, ott kaparáztatok, de igazából ennyi, de így van. Föl kellett tenni az íre. Megérkeztem és belevertem a koporsójukba a szöget. Mindannyian írjátok meg, hogy köszönjük, Balázs. Azt ne írják, ők haragszanak, ti köszönjétek. Ők azt mondják, hogy rohagyd meg, Balázs. Ennyi, 3-0. Így van. Uh-huh. Igen. Találjunk már ki valamit, más játékot erre a két hónapra, hát ennek már nincs semmi értelme. Hát pont ezért, mert már csak két hónapig kell játszani. Ja. Alig van esélyük már. Érted arra, hogy szépítsenek. De szerintem egyébként azt gondolom, hogy most mindenki megérdemelne egy jó Trey-t MC Hammertől, nem? De már. Mondom én. Ne húzogasd az oroszlán bajszát, mert nem hal téged. Oti online streamen van. Hallgatja a rajongóit, és nem hanyagolja el őket. És egyre hangosabbak a hangok a fejében. De várjad, a Prey az DJ Bobot, csak mondom. Nem, MC Hammer. Volt Prey MC Hammer-től? Persze. Tényleg? Uh-huh. Ja igen, az a We Got To Prey MC Mickey Today. Így énekeltük. We Got To Prey MC Mickey Today. MC Mickey Today. Nem volt ez az eredeti, letolhatott én. Ezt én így énekeltem 8-ban, miközben mentem a bőgatjába. We Got To Prey MC Mickey Today. Ez nyomta. Az nincs meg sajnos. Nézem, meg hol leszedjük? Jó, leszedjük. Várjál, azt mondja, hogy nézem, megkeresem, hogy a szövegét. Just to make it to pray. Just to make it to pray. De ez ügyi neked, hogy MC Mickey Today. Jó. Megint húzogatod Oti bajszát, úgyhogy megkaphatod. Just to make it today. Na, ennek ellenére azért, mert mi zenélgetünk, egy kicsit komolyabb témával megyünk tovább, ugyanis nem tudom, olvastátok-e a nagy kálcium botrányt, meg a nagy kálcium átverést. És ezennel Lazaci Téli Krónika hajóbontább találkozása tilos. Utána játék és muzsika egy percben. Aki kérdez, Cigány György. Kedves hallgatóink, a nagy magnézium skandalum után itt van a kálcium botrány. Nem, ugye kiderült, most már egyre több orvos csatlakozik azon nyílt levelekhez, akik azt mondják, hogy hagyják abba a kálcium adagolást. Mert amikor a gyerek allergiás, vagy anyád allergiás, vagy te vagy allergiás, fogsz egy kálcium pesgő tablettát, benyomod, és azt gondolod, hogy jobban leszel. És nagyon sok orvos azt mondja, hogy semmi értelme, ártalmas, ez egy régi rendszer, egy ilyen státuszkó, ami fennáll, de hogy semmi értelme, mérgezzük a gyereket, mérgezzük magunkat. Kálciummal? A kálciummal is nincs rá szükség a szervezetnek, illetve pontosabban ebben a formában így nincs, és nem segít az allergián, ha tömöd magad kálciummal. Emberek milliói veszik a patikába a kálciumot, a pesgőtablettát, az ampullát, és isszák, mert azt gondolják, ettől kevésbé lesznek allergiások. És megjelent egy dokinak egy nyílt levele, hogy az allergiában hatástalan a kálcium, ne szedjük, ne adjuk se gyerekeknek, se felnőtteknek, nem érgezzük ezzel magunkat, mert semmi értelme, sőt rosszat teszünk. Ez egy érdekes dolog, 20-30 éve meg azt hallott, hogy allergiás vagy, így a kálciumot. De nem lehet, hogy ezek az emberek, akik kálciumot isznak, ők jobban vannak? Csak nem tudják, hogy jobban van. Fura, mert amikor én a gyereknek adom, én is azt látom, hogy jobban van, és én is jobban vagyok, mégis szaktekintélyek mondják azt, hogy ezzel mi tönkretesszük a gyereket és magunkat. Viszont a csontjaiknak nem árt. Kérdés, mennyire épül ez be? Kicsit utána járunk ennek. Hát azért ez közkeletű téma. Sokan tömik magukat, meg a gyereket is kálciummal. Azt mondják, nem szerencsés. Úgyhogy... nagy kálcium botrány. Jó, ez jó. A nagy kálcium botrány. Igen, nem jó a csípés ellen, nem ér semmit, ne szedjük. És ez egy nagy mozgalom lett a neten. Mi a még csípésre se vegyél kálciumot? Hát az első. Hát igen. Ne szórakozzatok. Na, már. Hát ez az. Hát ez az első, hogyha megcsípi, így toroktáig, elkezd... Nem, és más. Na most az más az egy picit. Tehát az anafilaxiás sok, akkor megfullad, hívjál mentőt. Az arra az már nem jó a pesgő tabletta. Nem, ha van egy csípés allergiája, és bedurran a légcsőbe, ott hamar megfullad, az anafilaxiás sok. Az nem jó. Arra nem jó a plusz pesgő tabletta szerint. Igyál meg kettőt, nem, akkor mentőt kell hívni, mert akkor allergiája van a darázs csípése, abba meg. Hát nálunk még olyat is csináltak, hogy megcsíp a darázs valahol, akkor ráteszed a pesgő tablettet, kicsit megvizezve. Jézus Isten, úristen. Miért nem kecske szart tettetek rá? Azt is, de az már alatt volt.
mert volt az a lószar arat volt. Lószar, kecskeszár, pesgő tablettát. Mert azt fogja meg a tablettát. Én meg a kecskeszárt azt a herpeszre használtam. Tényleg, hát ráteszed. Jézus Isten, mi történik veletek ott arra? Nincs is bajunk, csak mondom. És egyébként a körömmel oda benyomott. Itt kell nyomni rá. De az jó. Most nekem nem mondta, hogy a szúnyog csípése az X nem jó. Mi? Gyerekek, utána járunk, mert szerintem is érdekes ez a dolog, és sokan használják, sokan tömik magukat a gyereket. Nézzük meg, mi az igazság. Felhívunk mindjárt egy dokit, aki elmondja, hogy miért nem jó. Érdekes a dolog, jó? Uh-huh. Úgyhogy hívjuk mindjárt azt az orvost, aki megjelentette ezt a nyílt levelet, mindenkinek nyílt levél a kálciumról, ezt írja. Érdekes, 20-30 éves hagyomány döntöttünk most ezzel le, úgyhogy utána járunk. Tömik a gyereket, picit félreértett volt. Atyám, a kálciumról beszél. Ne telefonáljon. Egy van. Na jövünk mindjárt 7 óra, a 3 perccel. Egy remek zenével, csak mondom. Rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk, pontosan 15 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt! Kívánunk, itt vagyunk, szerda van, és napról napra egyre jobb lesz az idő. Hétvégén kánikula, úgyhogy a nyár még azért utoljára egy kicsit, hát hogy is mondjam, megmutatja, hogy milyen lett volna, ha idén-nyáron jó idő van. Nem jó volt azért. Gyerekek, már évek óta a legrosszabb nyár. Eső szempontjából, lehullott csapadék szempontjából, átlaghőmérséklet szempontjából, de hogy volt jó. Hol éltek? Tök jó volt. 3 napig volt mindig jó idő, utána 3 napig. Gondolj csak a 3 nappal ezelőtti hétfői idő. Időjárás, a 17 fok szakadó eső. Tehát, hogy azért ez előfordul. Nem volt, ez az utóbbi évek legrosszabb nyara. Én nekem jó volt, nem tudom. És fröccset ittunk azt a kohadessen. De hát most nem. Nincsenek nagyon-nagyon-nagyon összetett, komplex, bonyolult igények. Ezért vagyok boldog, látod? Igen. Ezért vagyok rettenetesen boldog. Hát most esik-e hadessen? Esik, ne, úgy is jó. Ha kimész az esőre, gyerek, vegyél egy esőkabátot. Szia, a gumicsizmából pedig időszakosan öntsd ki a vizet. Mi a fenének kell bonyolítani az életet, nem? Hát, tudsz ellenetenni? Nem. Tudsz, mi az, ami ellen tudsz? Például, hogy szomjas vagy. Akkor veszel egy pöccsöket, szalátát. Azt meg vagy, nem, de nem. Hát most nem. Gyerekek. Hát mit kell itt bonyolítani, de tényleg. Na, We Got to Pray, MC Mickey Today. Oh, sajnos a rádió edit verziót nem találtuk meg, csak a hosszabbat, ezekkel egy picit lekeverni a végét. 2009-ben még jelent meg egyébként albuma. Most találtam egy 126 kilobájtba szólt ez most egy kicsit, a többé. Nem volt rossz minőség. Kilobitbe. És 2009 óta semmi. MC Hammer eltűnt? Hát 2000 nem tudom, készül az új album, a nagy comeback-ra, nagy visszatérés. Figyelj, 2009-ben ő még együtt jammelt a Vanilla Ice-on. Azért. Ideig követtem az Instán, csak aztán meguntam, mert mindig követek valakit, ezt ráunok. Egy hónapig követtem, semmi másról nem posztol emberünk, mint hogy éppen melyik szuperjachton tölti az időt, éppen milyen bulit csinál, de egy idő után baromi egysik, úgyhogy töröltem a követettek közül. Unalmas. Most a világ leggyorsabb hajóján vagyok. Ha nem hiszitek, nézzétek meg, hogy szállok rá le helikopterrel. Ott száll le helikopterre, brutál jacuzzi a hajón, írdatlan csajok, tudod. Utána posztol egyet egy másik jaktor, aztán posztolt egy olyat, hogy ül egy jacuzzibe egy jakton valahol Szardíniánál, tehát nagyjából ebből állnak utána. Utána helikopterrel teszik le a jacuzzit, amiben benne ül. A csávó nem tud mit kitalálni, annyira unatkozik. Aztán most itt van valahol Európában. Helikopterbe beépítve. És mindig tart egy nézőt a jogdíj utalás. Igen, miből élek? Én nem tudom, miből él, de hát baromi unalmas az instája, mert hogy egy időt egy rá három dolog. Ember. Jacuzzi, helikopter és ahogy hívják, a hajó. Igen, és hajó. Az a három dolog érdekli az ember. Na, nézzük gyorsan, milyen közlekedési híreink vannak, mit írnak hallgatóink, van-e való fennakadás, baleset esetleg, Sükörs és Nemes Nádudvar között Mérnek-Fehér Civilborából, Kecel és Császár töltés között. Szintén Füzesgyarmatról kifelé Darvasnál van egy sebességmérés, és azt nézem, hogy hiába küldöm, ha nem olvassátok be, akkor ezt sem kell beolvasni, hogy az M7-es 65-ös kilométer Kavics után, akkor nem olvasom be. 471-es hát úton... Emberek járnak arra. De valaki már előre meg van sértődve, mi ebből olvasom. Most csak kicsit hadd szenvedjem még. Most, hogy Magyaróvár Kimle között transporterből mérnek. Zsike küldte nekünk mezőtúról kifelé, Gyomaendrőt felé, kint a háromlábú Móron a híd előtt a kereszteződésnél Székesfehérvár felől kint vannak a rendőrei. Ezt Manitu küldte nekünk. Egyébként ezt már sokszor elmondtuk az elmúlt 7 évben, meg az azt megelőző
rádióban és különböző rádióknál, hogy nem fogjátok elhinni, tehát most az SMS írójának mondom elsősorban, meg azoknak, akik meg szoktak bántani, mert nem olvasuk be az SMS-eiket, de több SMS-t kapunk. Sok van, nem mindent veszünk észre. Ezt magamra vállalom. Igen, tehát nem könnyű beolvasni egyébként azt a több száz SMS-t, ami érkezik, aminek nagyon-nagyon örülünk, meg köszönjük szépen, mert hogy ez azt jelenti, hogy nagyon sokan hallgatnak minket, meg van irányunkban a bizalom, de nem tudjuk mindegyiket beolvasni. Akármilyen hihetetlen. Igen. Ígértem neki, hogy beolvasom, de már elfelejtettem, hogy hol az SMS-e. Ennyire elment. Itt van. Azt mondja, 65-ös kavicsánál. A második az. Székes után Siófok felé. A lassúságban egy nagy csomag Everest írta nekünk, drága vagy, hogy elküldted, köszönjük szépen. Majd elmosta az eső. Így van, nem mindegyiket veszük észre, ne tessék ezen megsértődni. Na, akkor a nagy kálcium átverés vagy nem átverés, beszéljünk erről. Én örülök, néha vannak komolyabb témáink, mert hogy azért mégiscsak tudatágító jelleggel is kell működni ennek a műsornak, nem mindig csak hűlni meg marhulni. Úgyhogy megnézzük, mi az igaz. Ugye több orvos csatlakozott egy doki leveléhez, aki nyílt levelet írt mindenkihez a kálciumról. Itt van egyébként a nyílt levél címe, nyílt levél mindenkihez a kálciumról. És nagyon érdekes a dolog, mert hogy 20-30 éve mi már a szüleinktől is azt halljuk, hogy tömjük magunkba a kálciumot, ha valami allergiád van, vagy ha csalántcsípésed van, a méhcsípésre nem mondom, mert az komolyabb lehet, vagy a daráscsípésre, vagy ha valamilyen rovarcsípés, vagy ha allergiás vagy, így áll meg egy kálciumot, azt jó van. A fura az, hogy megittuk és működött. Igen, tehát ez a bajom. Kérdés, hogy ez most placebo hatás, vagy éppen a lefeléivelés az allergiás reakciónak, mire te megiszod, az egyébként is csökkene, és akkor te azt tulajdonítod, vagy annak tulajdonítod, hogy a kálcium miatt van. Minden esetre azt írják, hogy tőlünk nyugatabbra, szerencsésebb történelmi fejlődési országokban egyáltalán nem használják, és itthon sem érgezzük sem magunkat, se a gyereket, mert a szervezet nem tudja se feldolgozni, se használni ebben a formában legalábbis. Nem jó, és egész egyszerűen ez nem segít, na, és nem használ. De mérgez? Tehát van egy komoly határmesdje a között, hogy nem segít egyébként, vagy placebo hatása van, ezt még ki lehet szűrni, behozunk egy macskát, te macska allergiás, vagy azt mondjuk, hogy kálcium, az közben nem tudom mi, van magnézium van benne, ha elmúlik, akkor placebo, de hogy azért az nem mindegy, hogy csak nem segít, hát, vagy mérgez a kálcium. Feleslegesen szeded. Igen, mindjárt megkérdezzük a dokit, mert ezek jó kérdések. Azt a dokit hívjuk, aki megírta ezt a nyílt levelet, hogy tényleg segítsen nekünk, mert közben én is azt látom a környezetemben, hogy nagyon sok szülő vagy kér a dokitól és felirat ampullás kálciumot, ami ugye véne kapható, vagy az egyébként számomra kicsit kevésbé szeretett pezsgő tablettákat itatja a gyerekkel, ami aztán egyébként más plusz adalékanyagokkal is sokszor tele van, nem biztos, hogy szerencsés. Minden esetre 10-ből 8 szülő azt mondja, allergia kálcium. Hát ez egy évtizedes rutin, ezért is megdöbbentő maga a felvetés, mert ahogy te is mondod, gyakorlatilag az ember rögtön a kálciumhoz nyúl abban az esetben, hogyha bármiféle allergia, nekem is ugye nagyon hosszú időn keresztül ez megkeserítette az életemet, és mindig ez volt az első reakció. Hogy akkor egy kálcium ampulla, azt viszontlátásra. És aztán jobb lesz. Azt is megkérdezzük mindjárt, hogy miért lesz akkor jobb. Na, itt van velünk dr. Novák Hunor. Jó reggel, doktor úr! Jó reggel, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat! Jaj, de örülök! Ennek a sziasztoknak. Hello, a magázódás nekem egy másik életforma, és mindig át kell konvertálnom magam, de akkor tegeződhetünk. Nem kell ez a hierarchia, meg egyetek. Jó. Nem egy mély hangú, kicsit idősebb dokira számítottam hirtelen, mert ugye mindig a Juli csinálja az előbeszélgetéseket, és egyből magázóra váltottam. Na, ez egy meglepő dolog nekünk is szülőknek, meg gondolom mindenkinek. Írtál egy nyílt levelet mindenkihez a kálciumról, ami úgy kezdődik, hogy kálciumot allergiában ne. Nagy felkiáltó jellel. Hát kezdjük ott, hogy miért írtad meg? Hát azért írtam meg. Igazából ez nem egy újdonság, de nem ment át kellően a köztudatba. És amikor az ügyeletben már a sokadik gyerek jött be azzal, hogy hát, vagy hát szülő a gyerekével, hogy a tesére nem múltak el az allergiás tünetei, kiütés jelent, nagy duzzanat, viszketés, és napokig kínlódott otthon a gyerek, és csak kálciumot használt. És igazából már hajamat kitéptem, hogyha nem lenne ez a tévhit, és bemenne a gyógyszertárba, és recept nélkül megvenne egy allergia ellenes szert, ami legtöbbször még egyébként olcsóbb is, mint a kálcium, akkor a gyerek nem szenvedne, és mi se találkoznánk. Tehát ez volt az a motivum, amikor már sokadik gyerek jött így be, hogy úgy éreztem, hogy lépni kell. És a nyílt levéllel kapcsolatban, ami elindult Facebookon, az fontos hangsúlyozni, ugye egy pont ezért, mert hogy nehogy az legyen, hogy ez csak egy orvos mondja, ugye sok induló aláíróval indult, és azóta már több mint 210 szakember csatlakozott hozzá, többek között Zaher Gábor, és olyan professzorok, klinikai igazgatók, a Magyar Allergológiai Társaság elnöke, tehát hogy olyan szaktekintélyek,
akik a továbbképzéseket tartják, akik nemzetközi szinten is elismertek, akik az orvosok úgymond up-to-date-en tartásáért felelősek, tehát őket oktatják. Tehát ezek az orvosok írták alá, és szerkesztették ezt a levelet. Udor, az hadd kérdezem meg, hogy akkor egyébként az mitől van, hogy amikor a gyerek tényleg allergiás, nálunk a Beni néha az, amikor még a barlangfű szezon van, és így elborul, mert mondjuk sok a pollen a levegőben, és akkor mi azt mondjuk a évtizedes rutinnak megfelelően, jó, igyál meg egy kálciumot, nekünk is van ampulla, hát akkor lehet, hogy ez nem jó. És azt látom, hogy a gyerek 5 perc múlva egy kicsit jobban van, sőt, valamikor egész napra megoldja a problémáját. Akkor ott nem a kálcium hat? Itt két probléma van. Egyrészt, amikor ugye felnőttek használják magukon, elég jelentős a placebo hatás. Tehát ezt tudjuk, ez klinikailag igazolt. Az allergiás tünetekkel pedig az a probléma, hogy ezek rendkívül hullámzó lefolyásúak. Tehát én is láttam már nem egy olyan gyereket, aki bejött, tele volt a teste kiütéssel, mondtam, hogy egy kicsit várjunk, és gyakorlatilag 10 perc vagy fél óra múlva már szinte semmi nem volt. Tehát ezeknek a betegségeknek nagyon hullámzó a lefolyása. És igazából az a kérdés, hogy ugye tényleg nagyon beleívódott a köztudatba. Ja, hát a másik része, hogy ugye nem csak ilyenre használják, hanem ugye torokgyulladás, köhögés, nátha, tehát gyakorlatilag egy univerzális csodaszer hazánkban. Hozzáteszem, hogy ilyen gyakorlatilag sehol a világon nincsen. De akkor ez hogy terjedt el nálunk? Tehát ez valaki egyszer csak kitalálta, hogy allergia, kálcium Magyarországon, és ebből egy 20 éves hagyomány lett, hogy ezt mindenki átvette? Az 1890-es években kezdtek ezzel kísérletezni, aztán nagyon hamar feledésbe merült, mert feltalálták a hatásos allergiaellenes szereket, az antihisztaminokat, ez az összefoglaló név, amit gyógyszertárban bárki ugye kaphat, ez nem reklám, és nagyon erős Magyarországon a szokás. Tehát, hogyha megkérdezzük, hogy orvos kollégákat, hogy hát miért írjuk fel, mert így szoktuk, illetőleg a másik, hogy ugye a betegek nagyon sokszor kérik, és ez a kulcs, hogy nyilvánvaló egy szülő aggódik és szeretné a legjobbat megadni a gyerekének, és nagyon nehéz azt elfogadni, hogy bizony a gyerekek ugye betegségének például elsőprő többségét vírusfertőzés okozza. A vírusfertőzése nincs hatásos gyógyszer. És a szülő persze akar valamit, ezért van, hogy nagyon sok olyan is van, hogy sokszor maguk kérik az antibiotikumot, és ugyanígy szeretnének valamit. És ugye különösen ez a kálcium oldat, ami receptre felírható, hát ez sokaknak ilyen... Tehát akkor te azt mondod, bocsánat, hogy az allergia úgy folyik, hogy hullámzó, tehát beadom neki a kálciumot, de nem az hat, hanem hogy véget ér maga a roham, és én azt, vagy sokan a kálcium hatásának tudják be, és azt gondolják magukon, vagy a gyereke, hogy ez hatott, hiszen beadtam, és a gyerek jobban van, de nincs köze valójában a beadott kálciumhoz? Így van, és ugye a nátánál köhögésnél is azt hiszik, hogy de elmúlt. Tehát hangsúlyozom, hogy ilyen sehol nincsen. Semmelyik tankönyvben nem tanítják, se az egyetemeken, hogy a kálcium hatásos. Az allergológusok már gyakorlatilag évtizedek óta hangoztatják a konferencián, hogy ezt el kell felejteni. Ez egy nagyon súlyos téfit, csak annyira mélyen gyökerezik ez a szokás, hogy nagyon sok idő, míg eljut az orvos kollégákhoz, és akkor hadd meséljek el több történetet, amit az olvasóim írtak, hogy amikor Nyugat-Európába bementek egy gyógyszertárba, vagy az ottani kórházba, és kálciumot kértek allergiára, hát akkor úgy néztek ránk, mint mi mondjuk Pataki Attilára, mert elnézést, amikor UFO-król beszélt. Jaj, de jó, hogy jó vagyok. Tehát tényleg nem értették. És az a kolléga, aki Angliába kiment dolgozni, hát nagyon kellemetlen pillanatai voltak, amikor ott előadta a többi orvos kollégának, hogy a kálciumot mi Magyarországon erre meg erre használjuk. Ők meg gyakorlatilag leültek, és hát elmagyarázták, hogy hát ilyen nincsen. Hát ennyire beadhatnál C-vitamint, csapvizet. De akkor, hogy a klasszikust idézzük, hogy ilyen nincsen, de mégis van. Hát akkor mi a magyarázat? Mert csak az, hogy valakinek azt mondják, hogy ha beveszed a kálciumot, jobban leszel, az működhet tömegesen. Tehát emberek milliójánál működik Magyarországon. Hát valaminek csak kell lenni benne, nem? Emberek millióinál működik, nagyon soknál nem, és pont ezért, mivel az allergiás tünetek nagyon hamar tudnak enyhülni. Tehát mi lett volna, ha nem vesszük be a kálciumot? És még egy dolog, hogy miért ilyen elterjedt, volt egy készítmény, amiben valóban volt allergiaellenes hatóanyag, ez már nem kapható, és ennek a neve 2 betű különbséggel megegyezett a nagyon népszerű, ma kapható kálciumpesgő tabletta nevével. Tehát gyakorlatilag ez olyan, mintha csillét, az országot, meg a chili paprikát összekeverjük írásban, és annyira berögződött ez, hogy volt régen egy olyan allergia ellenes szer, most már nincs benne, csak pezsgő tabletta, de gyakorlatilag szinte ugyanaz a neve,
és ez is hozzájárult ahhoz, hogy ennyire bevésődött a köztudatba. Árt egyébként? Tehát, hogy azon gyerekeknél vagy felnőtteknél, akik ampulából, pezsgőtablettából naponta megisznak egyet. Van rá valamilyen bizonyíték, hogy azzal sokkal inkább ártanak maguknak, mint amennyire használnak? Hát egyes esetekben okozhat problémát, például ugye vesekövet, de a fő veszély, amit ugye itt próbáltunk a levélben kihangsúlyozni, egyrészt, hogy feleslegesen szenved a gyerek, illetve engedjetek meg egy kérdést. Én utána néztem, hogy tippeljétek meg, hogy tavaly Magyarországon összesen mennyit költöttek, hány millió forintot az emberek allergiában, meg torokgyulladásban kálciumra. Mm-hmm. Hány millió? Nem tudom, gondolom milliárdos összeg. Hát 500 millió. 1 milliárd 200 millió. Nem tudom. Igen. Mennyi? Na elmondom, 1 milliárd forint volt a receptre felírt, mert ott meg kell jegyezni, milyen indokkal írja fel az orvos, tehát ilyen indokokkal 1 milliárd forintnyi forgalmat bonyolítottak a kálcium piacon. Igen, csak, bocsánat, ezt én értem, igen, mond. És ehhez még hozzájön, amit ugye megvesznek recept nélkül, tehát egy felesleges pénzkiadásról van, és visszatér arra, hogy miért veszélyes, azért, amiről Kautsky Armand is beszámolt, hogy ugye annyira benne van ez a köztudatban, hogy nagyon sokan, hogyha megcsíp egy darázs, és kicsit rosszul lesz, egy kicsit esetleg bereked, vagy minthogyha leverné a víz, kálciummal próbálkozik. És ez a késlekedés akár halálhoz is vezethet, és Kautsky Armand is ezt csinálta, nem tudta, hogy allergiás, csak azt érezte, hogy rosszul lett, bevette egy nagy adag kálciumot, hát meg kell várni, míg hat, hát ne várjunk ugye fél perc után csodát, várt, nem hatott, bevett még egy jó nagy adagot. Most az anafilaxiás sokkot mondod, aki annyira allergiás? Hát az más, tehát azért azt fel kell tudni ismerni, igen. Szóval az már az emberi butaság kategóriájába tartozik, hogy azért az, ha nem volt akkor is, tehát vagy... Hát igen, de ha nem volt, akkor nem tudja, hogy... Az lehet, igen, de hát azért, nem amikor tudja, fulladsz, azért meg bedagad a nyelőcsőben... Hogy mik azok a tünetek, amikor ugye ilyen esetben... Oké, okay, Hunor, csak bocsánat, én azt nem értem, hogy ez a nyílt levél egyébként kinek szól? Mert hogyha én bemegyek az orvoshoz, és nekem a doki írja föl, akkor nem az embereket kéne meggyőzni, hogy emberek ne szedjétek be, hanem nektek kéne meggyőzötök egymás, hogy legyen egy közös platform, ahol nem adtok a szerencsétlennek kálciumot, mert ha a doki mondja, hogy kedves szülő, vegyen be kálciumot, akkor anyuka kiváltja, beadja ampullába. Tehát most úgy érzem, hogy bennünket emberek akartok meggyőzni, nem saját magatokat győzitek meg, hogy egyet kommunikáljatok a kálciumról, és ne adjátok be mindenkinek, aki bemegy a rendelőbe. Mert ti adjátok nekünk, mi meg bevesszük. Ez nagyon sokszor így van, ebben teljesen igazad van, és a nyílt levél az nem csak az embereket, vagy hát nem csak a nem orvosokat célozta meg, hanem az orvos társadalmat is. Erről konferencián beszélnek, de aki nem olvas mondjuk tudományos lapokat, mert nincs rá ideje, ahhoz ilyen platformon is el tudunk jutni, és ugye nagyon elterjedt például a gyermekgyógyászatban. Most hagyj említsem meg, hogy a gyermekházi orvosok hivatalos szakmai szervezete, aminek több mint 1300 orvos a tagja, az is csatlakozott ehhez az állásfoglaláshoz. Tehát ők is csatlakoztak ehhez, hogy indokolatlan ilyen esetekben, és erre felhívták ezáltal gyakorlatilag az összes gyermekházi orvos figyelmét. Hogy ne adják. Tehát így van, tehát, hogy olyan szakmai szervezetek is csatlakoztak, akik mérvadóak az orvosok számára. A dokiknál az a baj, főleg az idősebb dokiknál, hogy jön valami fiatal, én azt látom, mond valamit, és ők annyira hisznek ebben az úgynevezett státuszkóban, hogy de ahogy nem ezt tettük 20 éve, nekem egy fiatal nem mondja meg, hogy pontoljanak rá, és ugyanúgy be fogják adni a kálciumot. Így tanulták, ez a gyakorlat, nekik valami fiatal nem mondja meg, hogy nem kell kálciumot adni. Tehát akkor, ha ez valóban nem jó, reméljük, hogy megváltozik, de idősebb dokiknál ritkán lehet ezt előidézni. Így van, ez nehéz. Tapasztaltad ezt te is? Hát ez így van, tehát a szokás, az egy eszméletlenül nehezen áttörhető fal, de éppen ezért van, hogy nagyon sok professzor olyan szaktekintét csatlakozott, hogy akik tényleg meggyőző erővel tudnak hatni ilyen ügyben az orvos kollégátra. Mi a megoldás, hogyha baj van? Hát hogyha baj van, hát semmi. Tehát, hogy egy enyhe tünetekre, darázscsípésre nem kell egyből mindent beszedni, az ugye legtöbbször pár óra alatt enyhül, hogyha erősebbek a tünetek, akkor gyógyszertárba bemegy valaki, kér antihisztamint, nagyon sokféle van, allergia ellenes szer, és hogyha mondjuk súlyosabb reakció van, tehát mondjuk elájul, vagy mondjuk nyáron eszi a dinnyét, vagy belerepül valahogy a szájába, és ott megcsíti, akkor mindenképp orvoshoz kell fordulni, mert nem tudjuk, hogy ott mi, hogy fog megdagadni. Már annak, aki látja, mert ha elájult, akkor ugye? Hát igen, igen, de hogyha érzi, hogy gond van, mondjuk akár csak egy hányás hasmenés, vagy bőrkiütés, rekedtség, ezzel nem mindenki gondol, azt mondja, hogy csak kicsit ideges vagyok, meg bestresszeltem, hogy megcsípett a darázs, mert fáj. Ezek mind olyan jelek,
amelyek nagyon súlyos ilyen anafilaxiás reakcióra utalhatnak, tehát ilyenkor mindenképpen mentőhívásra indokol. De nincs ebben az, ugye? Nem feltételezem, én csak kérdezem, mert nekem az a dolgom, hogy tereljük a gyerekeket és a felnőtteket egyébként az antihisztamin tabletták irányába, mert hogy azt még 3 vagy 4 gyártó állítja elő, mi kálciumot bárhol, bárkinek, bármilyen mennyiségben ampulában megveszem. Antihisztamin készítmény rengeteg létezik, tehát legalább 20 féle, legtöbbször ezek még olcsóbbak is, mint a kálcium, és pont hangsúlyoztam az elején, hogy legtöbbször semmi szedése nem indokolt. Tehát ez fontos hangsúlyozni, hogy indokolatlan kiadás, és nem arról van szó, hogy jön két kiütés a gyereken és gyógyszer. Vagy egy daráscsípés és azonnal a gyógyszer, meg le kell kenni 6-szor, meg még fertőtlenítő sprét is fújunk rá, de ez igaz a legtöbb gyerekbetegségre, hogy immunerősítőket, vitamint, egyebeket adunk, holott ezeknek nincsen igazából értelme. Jó, tehát akkor ez nem erről szól, mert az ugye azt sokszor halljuk, hogy bizonyos, nem tudom, gyógyszercégek azért ugye hát érdekükben áll, és a dokikat is érdekelté teszik, hogy ne ezt írd föl, ha akkor azért az jobb lesz neked, jobb lesz neked. Nem dobtam a piacra még olyan C-vitamint, hogy jó a daráscsípésre, de majd elgondolkodom Én mindig megkérdezem a másik oldalt is. Hát engem azért ez érdekel, igen. Én úgy kérdezem, voltál le a Maldívon idén? Igen. Nem, de megyek Dubájba egy tanulmány útra, hogy megnézzem, hogy ott hogy van a darázsítés kezelése. Nem szól, erről szó sincs, ez nem erről szól. Na jól van, szóval akkor óvatosabban a kálciummal. Jó. Oké, köszönjük szépen. Hát fontos volt, reméljük, hogy sokan megfogadják. A dokik közül, ugye? Hát amíg az ember bizalmat érez egy doki iránt, és ő mondja, hogy hölgyem, szedjen kálciumot, vagy adjon a gyereknek, ez nehezen megváltoztatható. Hagyj idézem a végén Zaher Gábor szavait, aki nemrég azt nyilatkozta, hogy bátran szakítani kell a szokásokkal, és persze minél régebbi egy beidegződés, annál nehezebb ezen változtatni, de követni kell a szakirodalmat, és el kell fogadni a változásokat. De maximálisan egyet. Ez leginkább a dokiknak szólt nyilván, persze. De reméljük, hogy vették a lapot. Oké, érdekes volt, Hunor, köszönjük szépen. Ez mindig számunkra egyrészt meggyőző, kettő teljesen elbizonytalanít mindenkit, hogy bemész egy doki, az azt mondja, hogy uram, hölgyem, kálcium, aztán jön egy másik orvos, aki azt mondja, hogy no way, bármi más, de nem használ, és te meg ott állsz hülyén középen, és kapkodod a fejed balra-jobbra, hogy gyerekek, hát akkor vívjátok le, aztán mondjátok már meg, hogy miben nem döglöm bele. Nem? Igen, nehéz, de pont erről van szó, hogy felsőbb szakmai szinten erről teljes az egyetértés. Tehát ez egy szikla, szilárd tanács, hogy kálciumot ne. Oké. Hunor, szerintem fontos volt, hogy erről beszéljünk. Köszönjük szépen, jó munkát nektek! Én köszönöm. Köszönjük szépen, dr. Novák Hunor. Egészséget! Arról Hunorral beszélgettünk, a kálciumról. Jó. Na, hát egy oldal volt. Jó. Nem vagyok meggyőzve egyébként a dologról, nálunk mondjuk szerencsére nincs ilyen baj, vagy a gyerekeknek így se. Így is, fröccsöt iszol, nem minden. Én igen, de most nem magamra gondoltam. Hát abban minden töltesz egyet, 2 deci szóda, 1 deci bor. Ja nem, bocs, 2 deci bor, 1 deci, azt megvagy. Előbb a bor, és azt kavarod föl a szódában. Rászalsz a gyerekre. 1 decit soma, gyerek vagy még. Ők pálinkás kenyér, tudod. Az a szalonda után. Na jó, hát gyerekek, ha egyszer megtudjuk, hogy mi az igazság. Én a tejről olvastam ugyanezt, de most ebben nem menjünk bele. Nem, hogy árt, nem, hogy jót teszel magadnak, hanem ártasz vele. De hogy is. A kálcium nem, hogy nem épül be, hanem, hogy... Hát de akkor valamiből kell a szervezetnek a kálcium, vagy nem kell neki? Van benne? De a csontépítéshez kell. Nem kell? De kell? Ez nem már egy laikus beszélgetés lenne, úgyhogy menjünk, adjuk át a terepet a híreknek. Szerintem de. Jön le, Ákos, aztán jövünk vissza. Ennek mi baja van? Miért? Mi baja van? Csajna? Ilyen célja. A bukszám? Neki mi fáj? Ráléptek a heréjére. Miért léptek rá? Gyerekek, bárki lépett rá bármire, ez egy nagyon lerúlva. Allergiás reakció. Még csípésre. Úristen. Összeszorult a torka. Bocs, gyerekek, nem rájárulunk ehhez hozzá. Na, itt vagyunk, 3:48, múlt pontos 3 perce. Hát érdekes volt, nem? Uh-huh. Doktor úr! Érdekes volt. Doktor úr. Csak én hiszek neki, és azt gondolom, hogy a dokik sokszor úgy működnek, hogy tényleg fennáll egy ilyen 20 éve bevett státuszkó, ami azt, hogy ezt írjuk, ezt tanultam, ezt adom tovább, és közben egyébként...
Miért? Itt követelőd és le. Mert valószínűleg... eddig is hittél az orvosoknak, és azért szedtél kálciumot. Igen, de olyan jó lenne, meggyőznék egymást, aztán elmondanák nekünk, hogy mit szedjünk, nem? Hát ha amíg a doki írja föl, azt anyuka szedjen kálciumot, adjon a gyereknek, addig én beadom. Kimész Angliába, ott meg furán néznek rá, szóval azért milyen érdekes. Nekem az volt fura, hogy nagyon kardoskodott, tehát hogy picit mondjuk így átvitt értem, mert nem volt azért olyan nagyon komoly kardoskodás, de többször szóba hozta ezeket az allergia elleni gyógyszereket, amik valójában nem gyógyszerek, csak a tüneteket enyhítik. Tehát hogy ott én meg azt vártam volna tőle, hogy azt mondja, hogy ne szedjetek feleslegesen be gyógyszereket, hanem próbáljátok megtalálni az allergiának az okát, és ne pedig a tüneteket enyhíteni évről évre, mert aki allergiás, az tudja, hogy gyakorlatilag itt erről van szó. Hogy évről évre a tüneteket enyhíted, oké, azok csökkennek, vagy éppen meg is szűnnek egy időre, de aztán a következőben ugyanúgy előjönnek. Nem azokat kéne megszüntetni? Azt mondta, hát hogy még csípésnél nem kell rögtön bevenni a dolgot, tehát akár ezt, akár nem, de az allergiában igen, ott igazad van, hogy ott mondta ezt a szert. De azért veszélyes ez a dolog, itt egy SMS-t idéznék, csak engem többször újraélesztettek már darás csípés miatt, írja a hallgató. Minden reggel kálciummal indítom a napot, de többet nem teszem. De tegyed, vagy valamit más, azért. Várjál, ezt kettőt, de már nem most keverünk meg ilyen dolgokat. Igen, csak most az előbbi beszélgetésről nem fogja bevenni igen, a kálciumját. De tehát, azon egyébként se segít. Tehát az anafilaxiás sok, az más. Arra te megehetsz 6 kg kálciumot, az nem fog kiúzni a bajból. Tehát amikor te allergiás vagy a darás csípés, és most nem egy pollen allergiáról beszélünk, vagy parlagfű, vagy bármi, hanem anafilaxiás sokot készülsz éppen kapni, arra az egyáltalán nem megy. Arra te ihatod a kálciumot, akkor mentőt kell hívni, mert szerencsére nem vagy túl szerencsés, meg is fulladsz. Például bedagad a nyelőcsőd, megfulladsz. Tehát az teljesen fölöslegesen. Arra aztán meg pláne fölöslegesen iszod, mert a szakszerű ellátást igényel. 10-ből 3 ember allergiás a darás csípése. Van, akinek csak földagad és pukli lesz, van, aki viszont 3 perc múlva bedagad a nyelve, a nyelőcső, és elkezd megfulladni. Ha ott nincs gyors orvosi segítség, akkor vége van. De egyébként tehát arra aztán abszolút nem jó. Az egy nagy tépít, ott dokit kell hívni. Ezt megnézed, gyerek belelép a darázsra. Én tökre örültem, mikor a Benny ott volt, vagy Benny ott voltunk, akkor belelépett. Noelnál előtted a még ne, látom, mert ugye van, tehát nem az óviba meg a bölcsibe lép, hanem előtted rálép, figyeled a gyereket, jó, megcsíped, hogy vagy. Ha 2 perc szóval azt mondja, hogy fulladok, akkor tudod, hogy allergiás, szerintem minden gyereket a szülő előtt kellene, hogy megcsípjen először a darázs, vagy a méhecske, hát. Mert látod, hogy milyen reakciója van, az tök jó, nem a nagyinál, meg a strandon, meg valahol máshol csípi meg. De arra aztán végképp nem segít. Hát az én időben ment rá rögtön az ételecet, vagy 2 pofon, ha nem hagytam abba a sírát. Látod? Túl is élted. Szóval, hát igen, ez egy érdekes, hogy akkor meg a lenkei azt mondja, hogy tömjed a vitamin, mert az milyen jó, van, aki azt mondja, hogy ne tömjed a vitamin, mert az ártasz. Azt mondják, hogy szedjél naponta 60 mg C-vitamint, mert a többitől veseköved lesz, de hogy lesz veseköved, napi 1500-at szedek, nem tudom mióta, semmi bajod nincs, tehát hogy ki a fene. Én az Zahernek hiszek, mert ott értem, hogy mit mond. Igen, amíg nem reggel kacsint rád, hogy jó reggelt, János, addig nincs baj. Addig én is örülök az Zahernek, amíg nem azt mondja, hogy hogy vagyunk. Igen, és azt mondja, francia salátás, mint a jó póló, ilyet se láttam. Igen, mindig szeretek az Zahernel beszélgetni, kivéve új év első napján, az nem jó. Nem szerencsés. Január esély nem jó, mikor megérkezik, hogy vagyunk. Na jól van. Hát figyeljetek, mi minden álláspontot mindig megmutatunk, aztán majd a hallgató dönt. Ez a levél érdekes volt, amit a doktor úr mondott, érdekes volt, aztán majd eldönti mindenki, hogy ezt igaznak gondolja, és szedi, vagy nem gondolja igaznak, és akkor szedi, nem szedi, hát ezt döntsétek el. De jó erről beszélni. Na, játszunk a kérdés, mit mond Dóra? Visszafelé beszélünk. Ülészebb élet a szív. Hozzájállat, élet a szívben. Aki kérdez... Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol... Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt! Kati vagyok. Kati! Hello, sziasztok! Honnan hívtál minket, Kati? Mezőkovácsházáról. Mezőkovácsházáról? Mit csinálsz te? Hát beszél. Én itthon vagyok. Hazajöttem egy kicsit meglátogatni a szüleimnek. Jaj ne! Megint egy elvándorolt magyar. Hát komolyan mondom, már Ausztráliából, Ausztriából, minden héten. Hát én Spanyolországból. Mióta vagy? Spanyolországban. Mennyi ide? Annan 11 éve. 11 éve? Aztán 11 éve. Hát én egy másik kategória vagyok, nem az, akik elmentek a munka miatt. Én a, hanem ott ébredtél egy reggel. Elvittek, így igaz. Elvittek spanyol fiatalembe. Tényleg? Bizony. Kimentél egy egyhetes nyaralásra, jött egy Pedro, és azt mondta, hogy rádézett, és azt mondta, Kati, maradj itt velem. Hát ez nem ott volt, hanem még Londonban nézett rám, és azt mondta, hogy na, gyere velem.
nem. Én megmondtam, hogy oké, elmegyek. Hát micsoda Londonba mentem, ki és ott találkoztam vele. Milyen multikulti sztori. Tehát Katia elindult Mezőkovács házáról Londonba, ott volt egy spanyol, aki azt mondta, hogy gyere velem, és átmentél az Spanyolország. És nagy szerelem, gyerekek, minden? Egy van, igen, egy kis fiú. Hogy hívják a férjedet? Nacho. Nacho, én is mindig úgy eszem, én avokádóval. Én csak itt magába eszem. És Nacho mivel foglalkozik? Nacho receptős egy hotelben. Érdesem. És te megtanultál spanyolul, vagy ő tanult meg magyarul? Hát muszáj volt megtanulni, mert ott nem beszélnek a spanyolok, csak spanyolul. De ez a benne a legrosszabb, hogy csak spanyol. Uh-huh. És ő a spanyol melyik része vagy abban? Én a Castellón. Castellónban lakok, ez a Valencia tartománya. Környéken. A Valenciától lakunk 60 kilométerre. Nem megy. Jó helyen lakunk. Mindig a Nacho azt mondja, hogy ez a legjobb hely, mert közel van Valencia, közel van Barcelona, közel van Madrid. Hát de igaza van. Tehát nem nagy távolságok. Élhető, mert amikor az ember oda megy egy hétre, nyilván annak gondolja, de hát más, amikor ott vagy hosszú időn keresztül. Hát én nekem most már, hát megszoktam. Engem a meleg nagyon zavar, ugye, mert ez mediterrán éghajlat. Nem vagy jó helyen, ha nem szereted a meleget Spanyolországban. Ez így igaz. Tehát én nem vagyok nagyon jó helyen, de hát már hozzá lehet szokni. Uh-huh. De miért hát azt mondjuk, hogy októbertől márciusig ilyen nagyon kellemes, ez a 15-20 tavasz, tehát nincs igazán tél. Nincs, ott nincs tél, még fűtések sincs a házakban. Ott nem kell költeni. Nagy kabátot se veszel. Ezzel hát nem nagyon, egyre most már egyre kevesebb, mert használjuk a nagy kabátot. Hát tavaly szinte nem is volt rajtam, hát ott is melegszik jóval az idő. Azért vannak ilyen hideg hullámok, hogy kicsit hideg van. És kint is hallgatsz minket egyébként? Persze, hát én nagy rajongói vagytok, olyan szomorú vagyok, mondom, mi lesz velem most Spanyolországban nélkületek. Hát online tudsz bennünket hallgatni. Hát ott hallgatlak is utána. Hát, majd Anna átküld neked egy pár hónapnyi best-of-ot. Figyelj! Azt is szoktam hallgatni, az a szombat-vasárnap. Töltsd le a podcastjainkat, ez nagyon egyszerű. Milyen telefonod van, iPhone vagy Samsung? Nem, nekem vonalas. Nem vonalas, hogy hívják már, ez a Windows Phone, Nokia. Na, abban pont szerintem ott azon is. Azon is van, az rajta is van már. A podcasteket letöltöd, és akkor régi hanganyagokat is meg tudsz hallgatni. Hát azt fogom csinálni. Igen. Mert úgyis otthon vagyok, nem dolgozom. Miért nem dolgozol? Otthon ülsz egész nap? Hát nem ülök egész nap, mert a kisjúval szaladgálok vele, mert ahogy megszületett a kisjú, 3 hónap az anyaság, és akkor én nem akartam berakni egy bölcsödébe, és akkor így otthon maradtam. De most hány éves? Most 7 már, 7 lesz lassan. Jaj, na jó, de hát. Most már iskolába megy. Másodikos már. Másodikos, de miért? Azért, mert ott nincs ilyen, hogy visszahalasztás. Ja. Nem, a fenét, ott nem lehet ilyet csinálni. Nem úgy van, nincs ilyen kötelező év, amikor el kell kezdeni? Abszolút nincsen. Azt mondják, hogy az óvod az nem kötelező, de ha nem viszem el a gyereket, ugyanúgy berakják az ő korosztályába. Tehát abban az évben született gyerekekhez. És akkor 5 évesen már elkezdte az elsőt, vagy 6 éves? Igaz. Uh-huh. Így igaz. Ő szeptemberben ment fel óvodába, és novemberben volt 3 éves, mert úgy kezdik ott. Az óvoda egyben van, és az egész 6 osztályt végigjárják. És 14 évesen már érettségizik. Tudod, mit akartál kérdezni? Magyarul tanítod? Hát persze, tökéletesen beszél magyarul. De jó, hát azért az klassz. Spanyolul kicsit döcög, de... Nem, az apjával döcög. De ez a legjobb, hát én is nagyon sok ilyen szülőt látok. Egyik szülő így beszél, másik szülő úgy beszél, és a gyerek 5 éves, semmit tudom, perfekt, magyar, perfekt. Ez így igaz. Igen. És mi lett a neve? Juan Géza. Pablo. Meg csak egy neve van, Pablo. Igen. Pablo Barros. Uh-huh. Pablo? Meg a két Pablo. Aha. Meg a két vezetékneve. Megkapja az enyémet is, meg az apját. De jó. Két vezetékneve. Mi a vezetékneved? Csak hogy szól ez teljesen? Ő úgy hívják a Pablót, hogy Pablo Barros, magyar. Mi neked magyar a vezetékneved? Így igaz. De jó. Aha, de jó. Uh-huh. És akkor így. Pablo Barros, magyar. De és most már 7 éves, hogy nem dolgozol valamit? Hát én otthon maradtam a kisfiúval, hogy őt foglalkozzak vele, és akkor most meg. Na de ez a kisfiú közben 7 éves lett? Hát ez azért Spanyolország meg sokat változik. Nehéz visszamenni. Ja, nehéz visszamenni. Nagy munkahiány, vagy nagy ott is nagy leépítések vannak, meg. Tehát, hogy van ott baj bőven. Szerintem még rosszabbul áll Spanyolország, mint nagy. Hallani, igen, hogy nincs nagyon munka. Ez így van. Hát most ugye a turizmusban van. Ilyen idény munkák vannak főleg, ugye most a turizmustól nagyon, nagyon sok van, utána szeptembertől megint. Ilyen narancsszedés megy még, az sok magyar csinált, hogy kimentek narancsot szedni. Megy. Hát most a Romániából járnak a románok. Nem a román vendégmunkások, akik barmák egy kicsikét. Jó van, azok járnak. Figyelj ide, azt mondja, hogy van, játszunk azért egyet. Híres emberünk, szólásmondás és város. Melyik legyen? Város. A város. Jó, indítjuk az órát, figyelj. Így szól. Rávdülöf, notalab.
Tessék! Na, és ezt csak egyszer csodó. Mutatjuk meg? Uh-huh. Jön még egyszer, figyelj! Igen. Rávdülöf notalab. Rávdülöf notalab. Valami bal. Nem tudom. Bal. Mostanában inkább jobb. Jobb. Notalab. Az mi lehet? Notalab. Rávdülöf notalab. Siess, lejár az idő? Nem tudom. Balaton. Szóltál? Balaton nádas. Balaton nádas. Nem, ugye így szólt, figyelj. Rávdülöf notalab. Balaton földvár. Rávdülöf notalab. Balaton földvár. Nem baj. Jaj, de nagyon-nagyon köszönöm, hogy játszhattam. Egy SMS-t írtam most, hogy itt vagyok, és sikerült. Tehát ennél örömem nem is kell már. Többet mondanám, kell. Hogy elküldjük Spanyolországba. De nem, nem, szépen, csak nem kell, köszönöm. Másnak. Másnak jobb lesz. Nagyon drága az. A rádió nem fizeti ki, én küldtem nem régiben egy csomagot. Nagyon jobb rész. 3000 forintba került, küldtem ki. Kati, örülnél egy ajándék csomagnak? Olyan messze vagyunk, biztos honvágyad is van, hát most nem rajtad fogjuk megspórolni ezt az egyet. Hm? Hát én nagyon szeretnék, de akkor, hogyha nem, nincs belőle baj, na, hogy itt a többi kedves hallgatók utánnak. Milyen baj lehet még? Mi mindent kibírunk, elpusztítatlanok vagyunk. Jó, figyelj, csak azért, mert ilyen messze vagy, nem? Nagyon köszönöm szépen. Jaj, de kedvesek vagytok. Adjál majd valami spanyol címet, és akkor... arra járok legközelebb, bedobom. Jó, hát az is nem lesz. Nemrég ott voltál környékünkön. Ezt honnan tudod? Hát azért, mert amikor mesélted, hogy hol voltál, akkor rájöttem. Ja, azt hittem, hogy a kis Pablo kiszúrt. Igen. Nem, Pablo nem csúrgi. Megmondtam, hogy hessine. A hamarabb én szúrnáltal volna. Jó, van, figyelj, küldjük. Hát de könnyű kiszúrni Pablót, mert vörös hajú. Mert ugye én is vörös hajú vagyok. Ó, és így Pablo is vörös hajú lett. Szegény Pablo. Spanyol kisfiúként vörös hajjal. Képzeld, de hát az apjával megy, nagyon sokszor rákérdezek az apjától, hogy magáért a kisfiú. Pablo az egy nagy csomaggal indul akkor az életben. Hát az iskolában ő egyedül a vörös hajú, egy olyan. Ott van 300 gyerek, és tudják, hogy ki a Pablo. Mert ugye egyedül ő a vörös hajú. Nagy ember lesz. Na jó, nagy ember lesz. Minden nagy ember sorsa így indult, hogy kicsit a perifériáról, és akkor utána odaértek. Köszönj a játékot, küldjük. Ja, én köszönöm szépen, és nagyon-nagyon szeretlek benneteket, és sajnálom, hogyha nem vesztek tovább. De úgyis lesztek valahol, ugye? Persze. Most olvasom a Blikbe, hogy állítólag a rádió egyben leszünk. Tehát, hogy van az, hogy a bulvár mindig jobban informált, mint amennyire mi vagyunk informáltak. Állítólag már tárgyalunk, sőt meg is állapodtunk a rádió egyel. Hát úgy legyen. Hát küldjék már a szerződésemet. Legalább hogy olvassuk el, gyerekek. Igen, hogy nem sem írunk alá. Mire bólintunk rá. Jó, nem baj. Reméljük, hogy fogunk még hallgatni. Ülői 100 kettő, küldesz valami húsárút. Sziasztok. Egyébként tudjátok, hogy akkor ha most küldünk Katinak, akkor a hétfői ausztrál játékosunknak is kell, mert egyébként neki se küldtünk. Uh-huh. Az meg legalább 3000 forint. De őt átrugdostuk, nem? Én úgy emlékszem. Nem. Ő elbukta. Ó, szegény. Elbukta sajnos. Hagy ráncolja a homlokát, megmagyaró, küldjük el. Mindenkinek küldjük az a ajándékcsomagot. Minden külföldinek egy ajándékcsomag. Meknát majd nézi a számlát holnapig. Az van, hogy nem fogják egyszerre feladni. Te nem fizeti ki. Te nem fizeti, mondom. Akkor állom én. Miért nem fizetnék így? A bánságba küldtem egy csomagot az egyik kedves hallgatónknak. Jó, azért, mert itt privizgetsz és nyallereskedsz, persze, hogy nem állják. Amit adásban megnyerünk, ja, azt állja a rádió. Nyallereskedsz, érted, mindenféle hallgatónak érted privibe csomagot, és a rézé, mert itt nyallereskedsz. Nem kell nyallereskedni. Adásban nyerted, elküldjük. Hallottátok, Jani nyallereskedik. Ezt fog válaszolni az igényeitekre, és nem küldök nektek semmit. Jani, primiben nyallereskedik, két plusz jó pontért, kit érdekel? Mi felé elküldjük most a hallgatónak. Most befejeztük, kedves hallgatók, innentől kezdve nem fogok válaszolni egyetlen e-mailre sem. Nem kaptok autogramkártyát, és semmit nem kaptok. Nem privizünk. Kérte valaki? Nem nyallereskedik, primiben jött. Dobom át Balázsnak az összes e-mailt. Na, nagyon fogja zavarni. Tudod, hogy azért jól alszom én este. Nem volt az, hogy tudod, hogy azért az alvásomat nehéz megzavarni. 8 óra múlt 2 perccel jövünk a hírek után. És most folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Baton Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. Bocsánat. Pavlovi reflex, meglátom a piros lámpát, köhögni kezdek. Kálcium. Nevedd be! Gyorsan kálcium. Egy kicsi kálcium már is segít, igen.
8 óra után 16 percen itt vagyunk. Szép reggelt kívánunk minden morning show hallgatónak. Itt a jó idő. Hát ez annyira jó, hogy ezt tapsoljuk meg. Végre. Ráadásul, ami ezen a nyáron tényleg nem nagyon volt, hogy összefüggő jó idő, napokon keresztül se egy hidegfront, se egy kósza befelhősödés, se egy kósza vihar. Jövő szerdáig mutatja a kis applikáció. Napfény. Felhő nélküli csodálatos. Beszorult ez elem ez a hifibbe? Most nektek nem lehet semmivel se kedveskedni. Úgy szeretem, mikor jó idő van. Hát én tudnék Spanyolországban élni, rájöttem. Kati kevésbé, én nekem az az időjárás való. Én nem bírom se a hideget, se a sötétet. Rossz helyre születtem. Hát én rossz helyre születtem. Sötét ott is van. Hát igen, de amikor 4 órakor itt sötét van, és legközebb tudod, hogy 7 hónap múlva lesz meleg, azért úgy azért picit oda vagy. Mert nekem mindegy, csak legyenek csöcsök, meg kupafüzetek. Hát tudom, de hát van kint is. Felének van, persze. Felének meg spanyol, meg kolbász. Ott hát meg van jó spanyol sonka. Igen, és a csorizójuk is jó. A mediterrán nők azok nagyon, nagyon szépek, csak egy picit korábban... Hogy is mondjam, érnek meg. Így. Igen. Ne tartsunk ott, hogy féljük kimondani, hogy korábban öregednek. Mert én nem akarok úgy rádiózni, ahol ettől félni kell. Nem akartuk megbántani őket, tudod? A mediterrán nők, hogy korábban öregednek. Hát, tudod, miért van? Több nap fényéri az arcukat, tök egyszerű magyarázata. Effektíve többet vannak napon, és azt tudjuk, hogy azért ez nem jó. Basszus, te vagy korai, a korunk öveges professzor. De azért ettől nem kell félni, hogy most azt mondjuk, hogy mediterrán nők öregednek. Ha erre egy feminista vagy holnap ír egy cikket, a tényleg. De miért nem áll, hogy ezt nem lehet kimondani, tényleg. Gyönyörűek, tényleg, csak a sok napsütés miatt. Egy kicsit cserzettebb a bőrük. Egy kicsit öreget csipi. De vérbőek, vérbő asszonykák. Azt mondod? Igen. Hát az ember, de hogy a pasik is, hát azt mondják az olasz férfiak, a spanyolokról. Eszedbe jutott egy régi barátnőd, aki azt mondta spanyol közben. És hol lézott végig közben. Olé, miközben egy hullópkarikával átfutottam a lába között, persze. És mindig azt mondta, olé. Jó nagy terpeszed, ott hátért a karika. Egészen spárgáig tudta ezt megcsinálni. Mindig azt mondta, olé. Na, nézzük, mi a helyzet az utakon. Trafi van a 8-as főúton Veszprém elkerülőjén. Zoli, köszi, hogy elküldted nekünk. Aztán egészen pontosan ez Devecsernél van, Zoli, még ezt is megírta, drága vagy. Trafiznak az M6-oson a 84-es kilométernél a felüljáró előtt Pécs felé, úgyhogy ott is menjen mindenki óvatosan. 54-es főúton szintén van egy trafink a 29-es kőnél, Kapuvár és Szárföld között, Fehér Szeádból mérik a Kapuvár felül érkezőket, és Sükösd és Nemes Nádudvar között szintén mérnek civil Borából. Kecel és Császár töltés között szintén. Egy fehér bora. Oda állnak egy ilyen civil borával. De a fehér boráról mindenki tudja, hogy ez repülőautó, nem? Miért nem állnak oda egy zöld Dacia Logannel? Vagy egy Fiat Multiplával? Zöld Dacia Logan. De tényleg, tehát egy fehér boráról a tudott, hogy valószínű rendőr, nem? Akkor már jobban kell, hogy rejtőzködjenek. Én találkoztam már civilvel is, aki borával jár. Ja, de nem fehérre. Na akkor azt mondom, hogy az esetek nagy többségén a rendőr. Na. Tetszett mindenkinek a tankcsapda. Illetve akinek nem, az nem írt, mert elkapcsolt, de a többiek. Hát igen, mert jó volt a tancsapda. Nagy eredben. Mindig, amikor végignézek például egy ilyen mondjuk nem sok olyan zenekarom, mint a tancsapda sajnos az országban, vagy akkor végignézek a diszkográfiájukon, meg arra gondolok, hogy hány évvel ezelőtti szám már például a Mennyország Turiszt, és akkor jövök rá, hogy megöregettünk. Tehát amikor tényleg úgy beszélnek már a tancsapdáról is, mint egy ilyen pozitív értelemben mondom, mint egy ilyen őskövület zenekarról, akik már nagyon-nagyon régóta itt vannak, és meg olvasgatom a kommenteket, hogy megöregedtek, már régen jobbak voltak. Nekem meg még mindig az van, vagy nekem még mindig itt van a fülemben tényleg, hogy jönnek a férgek album, vagy amit tudom. Hát de őket még Filip konferálta a szigeten, 97-ben. És akkor ünnepelték, vagy akkor 98-ban ünnepelték a 10 éves évfordulójukat, mert tudom, hogy Filipot kérték meg, hogy konferáljon. Hálások is voltak neki, mert csak 20 ezeren voltak, de ő 50-et mondott. Hát komolyan mondom, hát nem hiszem el, hogy nem tudunk úgy semmitről se beszélgetni, hogy ne keverjünk bele egy kis politikát. Nem, hát csak akkor is már akkor is kettős bántás volt. Így van. Már 1 millió vagyunk. Filip, ez a sziget. Nem kell. Hagyd abba, Filip. A szilányba nézel, az a kürtös kalácsos. De ez még az előtt volt. Ezt még 97-99, akkor még Filko nem mondta ezt. Akkor még ő is zenetévés volt. Tehát utána érintette meg a politika szellője, akkor még nem. Akkor még jobban számolt. Akkor jött le, melyik az igazi. Érintette, ragadtasz. Na, képzeljétek el, hogy Anna felhívta a tegnapi srácunkat, mert tegnap volt egy nagyon helyes történetünk,
Ugye egy hallgató megírta nekünk, hogy jól indult a reggele, mert hogy szemezett egy másik hallgatóval, aki nem tudjuk, hogy hallgató, tehát nem mondjuk azt, hogy mindenki mi hallgatunk, szemezett egy lányal a buszon, és vett egy nagy levegőt, leírta egy zsebkendőre az ő telefonszámát, és odaadta a lánynak, és azóta azt várjuk, hogy van ennek a történetnek utóélete. Egy szőke jányka volt. És hitta? Hát, hogy azért ki a legkíváncsibb a társaságból, de el kell mondani Anna, mert nem bírta megállni, hogy ránk ír a fiú, hogy gyorsan fölhívta, persze csak ne, azért, hogy nekünk segítsen, azért kicsi pletyka, kicsi kis információ morzsacsak fektetés az jól jön, és vannak fejlemények az ügyben. Na! Vannak fejlemények az ügyben. Elmondhatod Anna te is egyébként, hogy mit mondott. Ugye Balázs csak volt a hallgatónk. Igen, csak nagyon hangosan kell kiabálnod, mert nem tudlak beadni. Szóval Balázs volt a hallgatónk. A történet nagyon cuki volt, kicsit mi is romantikáztunk, és visszaidéztük tini korunkat, mert hát akkor csinált az emberét, hogy szemeztél valakivel a villamos, és hallottad a telefonszámodat. Balázs bátor volt. És? Igen. És visszahívtad, hallottam, amit meg se hallottam, amit mondtál, vett tudomás, azt mondtad az előbb, hogy felhívt, hogy kár örvendjél. Nem azért hívtam föl, mint két szerelmes szív egymásra talál. És érdekel. Nem gondolod, hogy rossz indulatból hívtam föl. Komolyan mondom. Jézus, azért két hívtam gólya leszállt az orrodra. Azért hívtam föl, mert és rajta tartom a kezem a sorsukon. Na, és mindent tudni akarok, ugye? Na, hát kérlek, Nórának hívják a csajt, ez már kiderül. De jó. Igen, és bejelölte a Facebookon. Itt tart a sztori. Már bejelölte kikit? A Facebookon. A csaj a Balázst. De mit jelölgeti? Van telefonszáma hozzá. Biztos nem volt hozzá elég bátor, hogy fölhívja, ez azért kicsit személytelenebb, és hát a Balázs gyanítom, hogy most már visszajelölte, és hát majd elindul egy kommunikáció közt. Istenem, de szép. Igen. Tehát nem volt elég bátor hozzá fölhívja, meg hát lehet, hogy csaj, és akkor tudom. Úrinő, mi? Igen. Úrinők meg nem telefonál. Hát egyébként igen. Hát ő hagyományőrző. Éreztem a masszív. Hagyományőrző a Facebookon. Hagyományőrző, konzervatív. Kicsit lefelé vigyett Feri szája, és egy kis ilyen méla elnézés hangja. Úrinő, mi? Én ezt mondtam tegnap is, gyerekek, hogy ez a szám odaadás, ez jó, csak hogy akkor meg a nő gondolkozik, hogy telefonáljak, hát az milyen, hogy én hívom fel valakit. Látod, és ő? De Nóra akkor megoldotta, és hogy megbökte. Na, beszélgetünk róla, hogy mire jó a Facebook. Na, például erre. Tehát, hogy Nóra nem felhívta rögtön a srácot, hanem fölment a Facebook, és megnézte. Erre tök jó, persze. Na, de várjál, milyen okos volt a Balázs, hogy teljes nevet írt. Meg hogy nem rakott fel magáról mert, képet. Mert hogyha nem, annyit is egy Balázs, akkor hogy találod meg? Tehát milyen rafkós volt? Tehát rögtön ő ezek szerint megírta vezeték nevét is. Hát hogy találod meg? Ha? Ja, értem. Hát azért papi zsebkön, én azt gondolom, annyit írsz, hogy Balázs és egy számot, nem? Te így adnád oda. Még annyit sérnek. Ez a Balázs 4-4-es pontja. Vannak azért egyértelmű dolgok, ugye? Szóval azért mégiscsak a 20-20. Ha keresel, megtalálsz. Ennyit írtam. Igen. Na, de gondolom, de megírtam. Akarod csörög. Aha. De az se baj, nem. Balázs 8-as pontja. Bocs, te nem vagy rám méltó. És akkor a lány megtalálta ez a lényeg. Jól van? Megtalálta. Majd jövő héten is rájuk csörgök, hogy hol tart a dolog, és akkor informálnak benne. Jó, figyelj, mi szeretjük az ilyen történeteket. Az első éjszaka, az első vacsora, de teljesen. Csak aztán, hogy már egy kicsit családtagnak érezd magad, ismerem az ilyen típusú nőket. Mi picsoda, ott akar lenni az esküvőn az első. Anna lesz az, aki majd becsönget. Zavarok? Szia, itt vagyok. Hoztam egy kis bágja rakást. Zavarok? Hallottam már, hogy meg volt az eljegyzés, meg se hívtad? Ki nem tudta meg titeket? Igaz? Hol elértek a gulunk? Adjátok vissza az ajándékcsomagot. Én fogok tartani a gyertyát. Igen? Ott leszek az átszűrim. Azt mondja, hogy igen. Na jó van, Anna, szóljál, hogy mi van. Jobb lenne, mint hogyha te tépnéd felfoggal az óvszert. Gyerekek, vigyázzatok. Igen, csak óvatosan. Szóljál, mi van, jó, Anna? Jó. Ebből azt jelenti, értened ki, hogy mehetsz? Igen. Egyik rábad itt a másik. Igen, jön a kezed, kicsi ollóval a kezedben vágd a bestopot, dolgozzál, serényem. Csörög a telefon, látom a lámpából. Na figyeljetek. Biztos fontos. Egy online labban találtunk egy nagyon érdekes dolgot, mert hogy a lakótársakról ugye néha kiderülnek egészen megdöbbentő dolgok, aki egyetemen, kollégiumi szobában, albérletben lakik a lakótársával, ráadásul úgy, hogy összesorsolta őket az élet, és nem volt egy tudatos választás, ugye egyre többen laknak azért többen egy albérletben, hogy megosszák a költségeket. Összeszedte egy online lap, hol ez egyébként egy zárt csoporton belül valahogy ők bejutottak, mindegy is, ahol a lakótársakról osztottak meg tapasztalatokat ebben az zárt csoportban a tagok. És hát egészen szenzációs írományok vannak, hogy kinek mit kell tudni az ő lakótársáról.
És már most kezdett azon gondolkozni mindenki, hogy ki volt a legfurább lakótársa, akivel együtt lakott, nem csak kollégiumban, albérletben, bérleményben, lakásban, kollégiumban, és mit csinált, jó? Tehát most nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen főbérlőtök volt vagy szomszéd, hanem amikor tényleg együtt kezdtetek valakivel lakni, és ezért csak rájöttetek, hogy itt van egy kis bibi. Emberünk nem a legtermészetesebb módon étkezik, tisztálkodik, alszik, takarít, vagy csinál bármi olyat, amit egyébként más ember normális. De ez azért az osztálytársak között is ott volt, tehát hogy ehhez nem kellett együtt lakni. Igen, de igazából azért az együtt lakásnál derül ki valójában. Tehát az osztálytárs, hogy négykor hazamegy, de az, hogy mennyire tiszta, hogy tereget, hogy alszik, hogy mos, hogy takarít, hogy milyen szokásai vannak, az hogy használ-e WC-kesét, hogy fürdik, hogy kimos-e a kádat, vagy egyébként miket gyűjt és miket csinál. Na jó, de az leginkább azért akkor derül ki, valakivel együtt lak. Hát, amikor már elmentünk háromos osztály, kilencesre, és az egyik osztálytársam egy darab alsón a drága jött el, ami egyébként rajta volt. Na de együtt kellett aludni, hogy rájöjjél erre, szóval ez ott derül ki. Na nézzük a bejegyzéseket, mert nagyon helyesek vannak. Írja az egyik csoportnak, hogy nektek is van rossz tapasztalatok lakótársakkal kapcsolatban, vagy csak én vagyok ilyen szerencsétlen, már nem ez volt az első eset. Felsorolás jelleggel posztba kezdte szedni őket, hogy mit csinál. 26 éves lány írja, vasalt hajjal, 100%-os igényes öltözködés. Szoba 2. Elutazott egy hétre, erős bűz a szobából. Bementem a szobába, az ágy alól 3 darab csirkecomcsot került elő. Édesem, mert megéhezett éjszakra. Ezt ledobja maga alá, amikor végzett. A mikro egyszer elromlott, ugyanez a lány bevallotta, az anyukája úgy tanította, hogy fémlábost is simán bele lehet rakni. Azt mondja, hogy második héten a WC eldugult. Azt mondja, hogy használt betétbe csavart szemceruzát piszkáltam ki belőle. A szobája állandóan katasztrófa volt, nem kémkedtem, néha behívott beszélgetni, írja azért ez az ott lakó zárójelben, milliónyi tányér üres üdítésdoboz. Szintén lány, egy másik bejegyzés, a porszívót nem tudta bekapcsolni. Bonyolult. A szobájában 3 hónapig nem volt villany, mert sajnálta a 200 forintos villanykörtét, és a telefonjával világított. Utolsó csapásként ágyi poloskát hozott a lakásba. Azért az megvan, hogy 3 hónapig a telefonod a világítasz, mert nem veszel 200 forintért egy villanykörtét. Csodálatos. Hol vagy? Azt mondja, hogy fiú, kis állat nem jöhet a lakásba, főbérlő nem engedte, a lakás 100%-os felújítása miatt hozott egy macskát beköltözése után 2 nappal, amit elvileg az utcán talált. Végül kiderült, hogy az övé természetesen. Karácsonykor lelépett a barátnőjéhez 10 napra, a cicát itthagyta, étlen szomjan, nem szólt senkinek. Csak a srác hiánya tűnt fel a második napon, és a cica nyávogása, írja a blogbejegyzője. Végül se szó, se beszéd, elköltözött, úgy követelte vissza az itóhagyott törölközéjét, és a 900 forintot, amibe került. Aztán egy másik fiú írja, a második héten még 2 haverját ugyanez a srác beköltöztette az 5 négyzetméteres szobájába. Fejegyet 2,5 négyzetméter. És ott lakta. Egy lány. Plusz a macska. Igen, szegény. Lányról írja, szintén a csoporttagja. Bagoly fétise volt. Kilopta a mosóból a másik lakótársunk koszos baglyos ágyneműjét, és eldugta a szobájában. A koszos ágyneműt lopod el. Milyen fétis valójában? Koszos ágynemű fétis, vagy bagoly fétis? Jöhet minden, ami baglyos. Szerette a baglyokat. Na, ez csak ízelítőnek, hogy érezzétek azt, hogy milyen ilyen SMS-ekre számítunk. A legfurább lakótársat keresünk, akinek olyan szokásai voltak, amit hát nem tudtatok hova tenni, se megszokni, és vagy őt költöztettek el, vagy ti költöztetek el, írjátok meg nekünk. Nektek volt ilyen? Nem laktunk nagyon együtt senkivel, én voltam koleszos. Nem laktál. Én voltam egy ideig koleszos, de én magam miatt költöztem be. Te kollégium is? Tényleg. Igen, mert élvezted a bulit. Nem, én az Árpád egy oldalán laktam, és a másik oldalán volt a kolesz. Gondoltam, egyes villamos, 2 megálló beköltöztem. Indokolt volt. Indokolt volt. 2 hónapra beköltöztem egy fiú kollégiumba. Jó, de nem kezdett, tehát nem kérvényeztet, csak bementél. Blant laktam ebben a szobában, abban a szobában, aztán rájöttek, hogy illetéktelen behatoló vagyok, és kiraktak. De 2 hónapok sikerült kollégiumistának lennem. Tehát te laktál együtt, nem? Abszolút, én nem csak kollégiumban, én utána sokáig úgy albérleteztem, mert az jó megoldásnak tűnt, hogy mi van, hogyha többen fizetjük a dolgot. És ezek a klasszikusok, amikor úgy vagy, hogy egy 2 szobás lakást ketten kibéreltek, és ez odáig még tökre rendben van, és 1 hét múlva, hogy bemész a lakásba, akkor van egy buli. Még erre is azt gondolt, hogy oké, hát nyilván csináljon ő is egy bulit magának. Amikor a buli 3. napján még mindig ott van az a 6 ember. Senki sem mozdul. Még akkor is azt mondott, hogy ez egy hosszú buli, elfáradtak, miért nem maradjon. Ez nagyon menő. És 1 hét múlva így megkérdeztem a kollégát, hogy figyelme Zolika, hogy a srácok azok maradnak? Azt mondja, igen, mert jól érzik magukat, meg nekik nincs homos lakniuk.
Na de mondom, egy szobában, az mondjuk 15 négyzetméteres szoba volt, vagy 10, nem tudom, egy szobában laktok 6-an. Igen, de már gondolkodunk, hogy hozzád is beköltöztetek 3-at nyár. Hozzám, de milyen buli lehetett, ahol 3 napig utána mozdulatlanul fekszel, nem? Szóval azért ott azért mondhatni az jól sikerült. Haladó. Erős haladó buli. Igen, erős haladó buli. Na jó, te laktál együtt, nem laktál együtt? Neked te megúsztad, nem? Nem, hála Istennek, nem. Hát nálam ez az együttlakás, ez egyértelmű, hogy a katonaságban volt, ami kicsúcsosodott, tehát ott is voltak azért elég meredek történetek, amikor ugye kiderült, hogy valaki elkezd például spájzolni a szekrényében, amit ugye csak egy tutóblakat választott el tőlünk, de egyébként mindenféle szag jött ki belőle. Kutyás volt az illető, és előszeretettel hordta ki a belső őrszobáról ugye a tojást, a tejport és a különböző egyébként a kutyáknak szánt ételeket, amik csak akkor tudod, nem, vitte volna haza, csak amikor mondjuk 3-4 hétig nem engednek el távra, és hogy gyűlik a szekrényedbe, egy idő után azért viszonylag nehéz megmaradni mellette. Hát ezt tudom én, és jönnek a szagok, hát, és igen. Más. Igen. Na drága hallgatók, ennyit ízelítőnek, írjátok meg nekünk. Koleszosok, lakótársak, albérletesek, tessék egy kicsit panaszkodni. Jó? Hogy mit csinál a lakótárs, és hogy sikerült kivonni a forgalomból, vagy mikor költöztetek el tőle. Várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3:49 lesz pontosan. 5 perc múlva hello mindenkinek. Drága hallgatók, itt vagyunk, jó reggelt. Robin Schulz. És a jó öreg featuring. Mindig ott van. Na, ugye érdekes témával foglalkozunk, mert hogy ugye tudjuk, hogy a lakótársakról néha kiderülnek megdöbbentő dolgok, és az egyik online lap egy zárt csoportba beletekinthetett, hogy az most mindegy is, és fura bejegyzésekre bukkant, ahol lakótársakról osztottak meg tapasztalatokat a zárt csoport tagjai. Szenzációs SMS-ek, hát volt itt bagolyfét is, csirkecsontok az ágy alatt, és minden, amiről, hát amit nem gondolnál a lakótársadról, amíg valamilyen nyom, egy illat, egy szag rá nem nézett a megoldásra. És rengeteg hallgatónk lakik, látva az SMS-ekből, albérletben, kollégiumban, gondoltuk is egyébként, hogy így lesz. És hát nagyon sokan írnak nekünk, arra kértünk meneteket, írjátok meg nekünk, ha fura lakótársatok volt, vagy van, szenzációs SMS-ek jönnek. Elképesztő. Gizike, írja egy hallgató, fordítva dugta be a porszívót, így fújva kefélte végig a két nagy szoba szőnyegét. Az hogy? Hova dugott fordítva, hogy ne szívjon? Ezt a régieken lehetett olyat, hogy volt egy kimeneti nyílás, ami ugyanolyan volt, ja, erre nem emlékeztem. Az eleje. Hátulra bedugtad, és akkor fújt viszont. Lombfújónak kiváló lenne most. Klasszik rakéta porszívó. A rakéták, de jó, a két részletből összerakadó, nagyon vékony, zöld színű rakéta porszívó. Raketa. Raketa felirattal, Cyril betűkkel, emlékszel? Igen, és ezzel tényleg meg lehetett csinálni azt, hogy fél óra egy porszívó, aztán mire észrevetted, hogy rossz irányba dugtad. Fújva kefélte végig két nagy szoba szőnyegét rendszeresen, valamint a lábát a fürdőkádba borotválta, amit elfelejtett kimosni. Így egy hallgatom. Nagyon jók vannak. A szobatársam a koleszban leköpte az ágyát, hogy megjelölje a területét. Jó, hogy nem körbe A szobatársam a koleszban leköpte az ágyát, hogy megjelölje a területét. Nagyon jó. A lányom Szegeden lakik albérletben. Az előző lakótársa egy nimfa volt, de csak az ázsiai származású férfiakat részesítette előnyben. Nem kis audio hangzással, de szép megfogalmazás. NMHA barát mondhatjuk. Ez a gyerekek, ebben nem lehet bele. Bravo. Egy nimfa. Egy év után inkább új lakást keresett egyedül. Ezt Tixike küldte nekünk Békés Csabáról. Aztán azt mondja, hogy lányom, igen, egy évig laktam kollégiumban, a szekrényeink az ajtóval szemben voltak, egy buli alkalmával, mikor én már békésen aludtam, valaki bejött a szobánkba, és belepisírt a szekrényembe. Legjobb program egyébként másnaposan idegen ember pisírt mosni az összes ruhádból. Két éve volt, de a családom még mindig emlegeti. Azt hittem, azt mondja, hogy kinyitottam az ajtót, és valaki kiesett a szekrényből, lejjel, az mekkora, nem? Alszol, és valaki megérkezik. Nekem volt egy lány lakótársam, olyan büdös volt a lába, rátette az ágynemű, tévézés közben az ágyamra, ágyneműt kellett mosni utána. Fél év, micsoda? Elköltözött fél év után a koliba, nem utáltuk ki, magától ment el. Lakótársa mindig mindent hazahordott. Egy bevásárló kocsi volt a ruhás szekrénye. Nagyon jó! Úristen, nagyon bírom! Igazi rakendról hatta. Nagyon jó fej lehetett. Bevásárlok, hogy volt a ruhásszekrény. Mert ha költözni kell, érted? Ott nem pakolsz, csak áttolod máshova. Meg van már, hogy ellopja a ruhásszekrényt, és mondjuk egy negyedik emeleti panel lakásba hozza föl a lépcsőn, hogy az lesz a szekrény. Tehát azért ez gyönyörű. Bevásárlok, kocsi. Közúti táblákat gyűjtött. Közúti táblákat gyűjtött. Hát szerette. Stop tábla. Stop tábla. Elsőbség a különbségen, hogy örülhetek neki azok, akik bementek egy zsákutcába. Valahonnan mindig lopott étkészletet és fogast is.
Igen, mindig féltem, hogy egyszer ránk törik az ajtót és elkapják. Gyönyörű. A lakotás áprilisban kitalálta, hogy ő túrázni fog, ezért vett egy sátrat, de azt ki kellett próbálni, gondolta, ezért felverte a galérián. Egyszer arra értem az, hogy horkol, de nem láttam se, rájöttem, hogy a sátorban alszik. Állítása szerint azért, mert sokat szunyog, majd novemberben kiköltözött a sátorból és a lakásból. Imádom őket, nagyon jó. Főiskolai csoportásom Attila volt, aki nem volt szobatiszta, ha ivott. Részegen nem talált ki a vécére, így oda pisilt mindig, amit egyébként vécének gondolt. A szobatársai mindig kizárták, hogy aludjon annál, akinél ivott. Így több szobát is lerendezett. Ilyen ismerősöm nekem is volt. Van egy bizonyos fok, egy maligán fok, ami után már mindent vécének gondolsz. Igen. És azt gondolod, hogy megérkeztél, de nem vagy a budiban, állsz a nagy szoba közepén. Igen, vagy a radiátor előtt, az ablaknál. Félelmosan ezt végignézni nagyon kemény. Testvérem külföldön 3 hónapig lakott együtt a csoporttársaival. 3 hónapig irtózatosan bűz volt az egyik srác szobájában, miután elköltözött. Az ágya alatt lepedőbe rejtve rebellis hurkák tömegét találták meg. Már. De szépen írtad, Babi, köszönjük. Igen, szépen. Köszönjük. Rebellis hurkák tömege. Na jó, hát ez minősítetlen. A lakotása belevizelt a fürdővízbe, rendszeresen gumikacsákkal játszott a kádban, néha bábozott, azzal a bizonyos testrészével, és nem használta a WC-kefét. Azért az megvan, hogy bábozol a testrészedet. Ugye tudjuk, hogy ha beülsz egy forró kád vízbe, azért az van, amikor fölfelé áll. Igen. Ugye? Hajtja a gravitáció, vagy a súlytalanság fölfelé. Periszkópnak kiváló. De te mit kerestél a fürdőszobába? Mit keresett az SMS írója a fürdőszobába? Hát gondolod, bemész, fogatmosol, egy fürdőszoba van, használod kell, el kell indulnod valahol, és látod, szia, lakótárs! Gumikacsákkal és makkal bábot. Egerben a lakotásom a Pécsen, az iskolában járó barátnője bugyját hordta, mert így úgy érezte, hogy vele van a barátnője. A bugyikat szakítás után sem adta vissza, néha később láttam rajta, írja egy hallgató. Azok nem a volt barátnőről szólt, ott azért már mélyebb gyökerei lettek ennek a szenvedélyben. Úristen. Azt mondja, nekem volt egy lány lakótársam Bécsben, akihez reggel nem lehetett szólni, hiába köszöntem, neki nem köszön. Mondta, hogy majd, ha ő köszön előre, akkor köszönhetek. Azt mondta, bipoláris zavara volt. Lakótársam alvajáró volt, egyszer felkelt hajnal 2-kor takarítani. Csukott szemmel hozta a vödröt és a szivacsot, írja egy hallgató. Nagyon para volt. Én soha nem láttam alvajárót, az durva. Ijesztő. Te klasszik fölemelt kézzel megy előre? Nem. Elindulni nem lehet, ez ilyen városi legenda, de tényleg megindul lefelé. És képzeld le, hogyha mondjuk galérián vagytok, vagy emeleten, és megindul lefelé lépcső irányába. Na de simán lemegy, nem? Nálunk volt a családban. Nem vicces. Nem, az nem, ilyen családtag csinál nem jó. Vicces. Látni kívülről a koleszostárs, igen, azért családtag az kemény. Főleg, amikor arra ébredsz, hogy folytogat. Volt lakotársam lány új évkor korhelylevest főzött saját magának, mivel én utálom. Pár hét múlva le akartam takarítani a tűzteit, az egyik ott felejtett fazéktetét, kíváncsian felemeltem. Számomra nem volt ismerős, megkérdeztem a lakotársat, hogy mi az. Ja, hát az a leves. El is felejtettem, 3 hétig állt a fazékban. A leves. Imádom az ilyen. Fanszőrét a kárban borotválta, persze eldugult, mikor mondtuk neki, hogy ki kellene takarítani, beszűkült arccal azt mondta, nem. 2 napig nem tudtunk fürdeni. A kajás edényeit úgy vitte haza az anyának, hogy még benne volt a kaja. Minden egyes nap Batman sötét lovagot nézte, totál hangerőn, minden nap. Jó, de jó, én ezt imádom. A másik gyerek sem volt gyenge, non-stop alsógatyában ült a gép előtt, más helyzetben sose látta. Gyerekek, azért ez milyen kemény, nem? Mi ezt nem tudjuk, de azért akivel így laksz évekig, szóval azért az nagyon kemény. Na jól van. Hát nagyon. Nagyon jók jöttek, köszönjük szépen az SMS-eket, drágák vagytok. Ezért ez kemény lehet. Mi röhögünk ezen, de amikor ezt átéled nap, és nem tudod, mire mész haza, az kemény. Meg ha megnyered, tényleg fogalmat sincs róla, és ott rettegsz, hogy benyitsz az ajtón, és kit fogsz magad mellett találni, és kivel fogsz élni mondjuk 1-2-3-4 éven keresztül. Igen, gyönyörű. Na, más témával megyünk tovább, lónyerítés. Adjak ki. Gyerekek, sűrű a ma reggel, olyan sűrű, hogy ú, de sűrű. Csak úgy kapkodjuk a fejét. 10 órakor én leadom a forgalmit. Én meg szerintem mindenképpen, meg egy jó vanilást is. Hogy... Ne hergeld, ott itt ne hergeld. Még megkapod. Hallottátok, mi történt a Bors című remekbe szabott napi lappal? Tegnap.
Remek Szabotot nem ismerek, a Borsot is. Nem kell mindent komolyan venni, amit mondok. Tudod, hogy az én mondataim sok az idézője. Nagyon helyes, ugye Dobrádi Ákosról és Visszakesztiről van szó, akik szakítottak. Akik szakítottak 5 év együttélés után, ez bárkivel megtörténhet, Ákost kedveljük, szeretjük, nem az ő nyomorán akarunk röhögni, reméljük, hogy mind a ketten jól viselik ezt a dolgot. Igen ám, de kiderítette a Bors, hogy, vagy valahogy kiderült, nem tudom pontosan, hogy Szalai Ádám az új jelölt. Eszternél. Fontos, hogy tegyük hozzá Eszternél, így van, tehát Ákos nincs annyira elkeseredve, hogy nála legyen az új jelölt. És... nagyon jó a sztori, nagyon szeretem. És oknyomozó újságírásba kezdtek. Oknyomozó újságírásba kezdtek, és hát küldtek egy levelet, egy e-mailt Szalai Ádámnak, hogy válaszolja meg a Bors kérdéseit. Akit megkeresték ugye Facebookon. Aha. Akit megkerestek Facebookon, és hát Szalai Ádám pedig válaszolt. Nagyon korrekt. Ez tök korrekt. Ez egy tök korrekt, de mondjuk a Borstól is ez tök szép, tényleg, hogy a harmadik felet is. Örülök neki egyébként, hogy az EB után sem szállt el vele annyira. Így van, és válaszol a Facebookon keresztül. Korrekt, intelligens. Nagyon jött, tehát majd kiderült egyébként, hogy szenzációs volt, amit válaszolt, mert ugye az volt, hogy e-mailben kértek tőle infót az álompárról, Szalai pedig készségesen válaszolt. Aha. És azt mondta, hogy amit biztosan állíthatok, hogy akkor nem találkozunk Eszterre, amikor Ákossal még együtt voltak. Rendben van. Szívesen találkozom Eszterre, ha ő nyitott rá. Jött a következő mondat. A kapcsolatunkról nem tudok semmit nyilatkozni, de a magam részéről nem zárkózom el semmitől. Aha. A dolog alakulása viszont sok mindentől függ, például, hogy egyáltalán tudunk-e találkozni. Hmm. Hát mert a Szalai ugye ki él valahol, Iszakesztér valahol, persze. Tehát erre gondolná, hogy a távolságra hivatkozik a Szalai Ádám. Nagyon szép. Igen, gyönyörű történet. Kiderült, hogy a Bors rossz Szalai Ádámnak. Küldte el az e-mailt. Tehát annak nem néztek utána, hogy valójában jó Szalai Ádámnak küldik el az e-mailt. Megtaláltak valakit, akit Szalai Ádámnak küldtek, és a pasi szenzációsan válaszolt a Bors kérdéseire, hogy mi lesz Eszterrel. Elmondta, hogy amit biztosan állíthatok, hogy nem találkoztam akkor Eszterrel, amikor egyébként Ákossal együtt voltak, pipa. Igaz. És tényleg nem. Igaz. Szívesen találkozom Eszterrel, ha ő is nyitott rá. Igaz. Uh-huh. Semmi rosszat nem állított. Szívesen találkozom Eszterrel, nyitott rá, így van. Nem zárkózom el semmitől. Tökéletes válasz. Tök jó. Tök jó. A dolgok alakulása viszont sok mindentől függ, például, hogy tudunk-e egyáltalán találkozni. Uh-huh. És nem esett le a Borsnak. És lehozták. Hát igen, mert a profi oknyomozó újságírót még azt sem hozta zavarba, hogy azon a bizonyos Facebook oldalon nem az az ember látszik a profilképen, akit azért már láthatunk egyszer-kétszer. Mert hát a kutya meg nem kérdezte a magát újságírónak mondó ember, te vagy az a Szalai Ádám? De lehet, hogy megkérdezed, csak annyit kérdezed, hogy te vagy az a Szalai Ádám? Igen. Igen. Abszolút. Az az van. Szóval, hogy gyerekek, ennyire kell komolyan venni sokszor, amit például a Bors ír. De tényleg. Ennyi a valóság alapja. Tehát rossz indulatoskodni, hangulatot kelteni, olyan cikkeket írni, ahol lejáratunk valakit, az megy. Nem? Hát most itt is nyilván az volt, hogy a szaftos sztorit keressük. Turkáljunk valaki magánéletében, mert 3-mal többet el tudunk adni. De utána nézzünk annak, hogy no, annak az embernek küldje el a levelet, vagy küldjük el a levelet, aki valójában érintett, azért az már komoly meglepő. Van még az országban Szalai Ádám nevezető. Majd a Bors azt mondta, figyeljetek, igen, jogi lépések. A Bors megteszi a szükséges jogi lépéseket azzal a férfival szemben, aki úgy tévesztette meg szerkesztőségünket, hogy a válogatott játékos nevében tett nyilatkozatot elektronikus levélben, és visszaélt a kiváló válogatott labdarúgó nevével, ők akarnak perelni. Nagyon jó. Ez a legjobb része. Miközben emberünk nem élt vissza egyébként, hanem válaszolt a Szalai Ádámnak feltett kérdésekre, így mert van. A Szalai Ádámnak hívják. Ahelyett, hogy azt mondták volna, hogy egy gyerekek hatalmas önkot rúgtunk rajtunk rögtön az egész ország. Jogosan. De hát az önkritika, ugye? Meg tehát a humor érzék. Tehát van egy e-mail cím, vagy bármi, automatikusan a focistához rendelik hozzá, megkeresi, és talán még ők akarnak perelni. Nagyon szívesen biztosítok ügyvédet egyébként a Szalai Ádámnak, és nagyon szívesen állom a perköltséget, talált pénzbe az gyerekek. Tehát, hogy nagyon szívesen. Na, itt van velünk vonalban Szalai Ádám. Melyik? Mi utána néztünk, nem a focista. Aha. Ja, jó. De ő is Szalai Ádám. De ő is Szalai Ádám, így van. Hello Ádám, jó reggel, ciao. Yeah.
Ciao! Szia, Ádám, jó reggel! Imádtam a válaszaidat. Jó. Talaj Ádám vagyok, ezt elmondanám elsősorban, de én nem mondanám egyébként, hogy a Bors öngult rúgott a következő miatt, mert én nem vagyok focista, és nem élek focis hasonlatokkal. Na. Igen. A kérdés, hogy igazmondásért el lehet-e valakit ítélni. Figyelj, hát ez egy nagy kérdés. Mit szóltál, amikor befutott a levél, hogy vagy e-mail, nem tudom, vagy Facebookos megkeresés, hogy nyilatkozzál az Eszterrel való kapcsolatodról, mert a válaszaidat én nagyon szerettem. Nagyon örülök neki, egyébként csak e-mail futott be. Tehát valahonnan kiderítették ezt az e-mail címet. Elárulhatom neked, nem mondom meg pontosan, de én nagyon korán regisztráltam a legnépszerűbb e-mailes szolgáltatásra, ugye, ami az egyik nagy amerikai multivállalat, és egy nagyon egyszerű e-mail címen van, ami a nevemből. Aha, ez nem mondom csak, hogy ne írjanak neked sokan, de a legegyszerűbb. Így van, oké. Okay. Így van, és erre érkezett az e-mail. Szia Ádám, megszólítással indult, majd a kérdések. Ne, nagyon jó vagyok, gondoltad. Gondoltad, ez neked szól? Milyen aranyosak, hogy kérdeztek. Persze, hogy nekem szól. Tök jó arcán. Hogy hát újság, de mondom, hát itt kapcsolatomról kérdeznek Eszterrel, meg hogy akkor Ákossal, hogy van, meg minden. Ne, egy szóval nem került elő az, hogy én ki vagyok, én a focista vagyok-e. Készségesen válaszoltál. Még utalás se volt rá. Tehát semmi olyan, ami az e-mailben az lenne, hogy nem tudom, én játszok valahol, vagy mit tudom én, nem. Ez csak így kérdések voltak. És én azt mondom, hogy nekem címeztek egy levelet, hát vagyok annyira udvarias, hogy válaszolok őszintén. De tök jó arc vagy, ráadásul belekötetetlen. A dolgok alakulása sok mindentől függ, például, hogy egyáltalán tudunk-e találkozni. De nagyon szerettem hát a válaszolni. Hát... Igen. Ha ő nyitott, akkor te is. Hát, igen. Ákossal nem volt soha nézeteltérésű, még ezt is te mondtad? Persze, hogy én mondtam, hát tényleg nem volt. Volt. Ákossal nem volt soha nézeteltérésünk, ugye Dobrádi Ákosról van szó, de úgy gondolom, hogy egyrészt mindannyian felnőtt emberek vagyunk, amennyiben szükséges, meg tudjuk beszélni a dolgokat, akár a személyes témákat is. Másrészt a szakítás véleményen szerint csak a párkapcsolatban lévő két embere tartozik, senki másra. Gyönyörű. Mennyi tudsz az emberi lélekről? Ádám, gyönyörű. Komolyan. Tehát mindenképpen szerettem volna egyrészt, hogy én a saját nevembe olyan dolgokat nyilatkozzak, ami vállalható, másrészt meg nem akartam senkiről se valótlant állítani. Te tudod, hogy ki az Iszakeszti valójában? Egyébként ismerted őt? Mert ugye hát ő egy bizonyos korcsoportnak szól, nem vagyok benne biztos, hogy mindenki ismeri. Hát utána néztem neten. És vállalható. És vállalható. És úgy döntöttem, hogy nyitott vagyok. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó arc vagy, komolyan mondom. Mit szólsz, hogy ők akarnak perelni? Hát én úgy gondolom, hogy még talán nem láttak olyat, hogy valakit saját neve használatáért és igazmondásért beperelnek, vagy legalábbis elítélnek. Igen. Nem tudom, hogy mi lenne mondjuk egy vádban, vagy bármi, vagy nem tudom. Na mindegy, úgyhogy ez egy érdekes kérdés. Eljárásban nagyon rutinos ügyvédek vannak, nagyon szívesen segítünk bármiben. Ha ügyvéd kell, kapcsolat kell, nagyon állunk a perelét. Annyi, hogy ez kell a nagy rutin, tehát hogy azért úgy el tudják mondani, hogy ne röhögjenek közbe. Nagyon szívesen. Külön érdekes a Borsnak a mondata, hogy visszaéltél a kiváló labdarúgó nevével. Miért is? Hol? Na, ezt viszont határozottan visszautasítom, mert az, hogy engem így hívnak. Nem számít egyértelmű visszaélésnek. Egyébként meg nekem az a véleményem, hogy a saját nevemben meg azt nyilatkozom, amit akarok. Tehát azt is mondhattam volna, hogy lila krumplikat termesztettem. Hát persze, kétségesen válaszoltál. Egyébként neked kérdezek azt, hogy nem nézek utána, hogy kinek küldik, azért az legyen inkább az ő bajuk. Tehát még most perrel fenyegetőzni, hát szóval azt mondják, gyerekek, jó, elnéztük, hibáztunk, mindenki hibázhat. Tudod, mi a vicc? Az, hogy megnéztem, hogyha az e-mail címedre konkrétan rákeresel, akkor ugye van ennek a vállalatnak egy közösségi oldala. Az kiadja az én profilomat, ami nyilvános, hogy én hogy nézek ki, meg hol dolgozom. Tehát ez egy perces kutató munka. Az már de az már újságírói tevékenység. Az már azért újságírói tevékenység, és azért azt ne keverjük össze a valódi újságírást ezzel a tevékenységgel. Tehát azért az már azért megkövetel valamiféle rátermettséget, intelligenciát, előképzettséget. Szóval azért az más. Nagyon. Azóta írtak már neked levelet? Tényleg, kaptál levelet? Tegnap kaptam új kérdéseket, de ugye... Még mindig a focista, a Ádámhoz szólva? A focista Ádámhoz szólva? Ez közvetlen a cikk megjelenése után volt még, és akkor ez úgy nézett ki, hogy akkor néztem, hogy most már ugye egyértelmű, hogy engem a focistának hisznek, sőt, én azt mondom, hogy amit én a saját nevemben Szalai Ádámként nyilatkoztam, azt más szájába adták, tehát ugye eleve...
ez történt, és akkor utána még kérdezgettek, és akkor ott már én gondoltam, hogy akkor itt elmagyarázom, hogy hát itt egy tévedésről van szó, hiszen nem úgy hozták le, hogy ezeket én nyilatkoztam. Ráadásul hanem, ők akarnak perelni úgy, hogy a te nyilatkozatodat belerakták a focista Szalai Ádám szájába. Igen, igen. Tehát aki itt perelhet, az maximum mondjuk a másik Szalai Ádám, akár a gyerekek aki nem nyilatkoztak. Nem úgy értem, hogy aki te vagy, mert máshova tettek, vagy a focista, aki egyébként igen. Jó, hát de egyébként most azóta a Facebookon a megváltoztattam annyiban a profilomat, hogy a nevem alatt ott van zárójelben, hogy nem a focista. Egyébként nyilván hibázik mindenki, mi is hibázunk, meg hibáztunk. Itt az a fajta fellépés, hogy most ők perelnek, majd szakom, ők perelnek. És mire számítanak majd, hogyha megnyílik a pert, akkor rá kényszerítenek téged azzal, vagy arra jogilag, hogy változtass meg a nevedet? Hát én remélem, hogy nem, mert én szerettem a nevemet. Ugye? Hát engem. Focizol egyébként? Tessék? Focizol hobbi szinten? Vagy van nem. Egyébként én dárcozom hobbi szinten. Aha, tehát, hogy még ez sem. Tehát, hogy ennyiben vagyok sportoló. Hogyha bárki azt mondaná, hogy engem sportolónak hitt, ennyi erővel az ex-napló Szalai Ádámot is megkeresették volna, mert igen. Tehát, hogy itt vannak még páran, akik Szalai Ádám névre azért úgy felfelkapják a fejüket. Most legalább átérezheted, hogy mit gondolod, hogy mit érezhet mondjuk Berki Krisztián a tornász olimpiai. Igen, igen, én eszembe jutott a párhuzam. Igen. Na jó van. Ádám, hát köszi, hogy elmondtad. Nagyon ritka név, tehát valóban megértem. Vigyázz magadra, szóljál, ha peres eljáráson megoldjuk. Jó? Jó, szívesen. Jó, köszi. Jó arc vagy, köszi, ciao. Sziasztok. Hello. De annyira jókat mondod. Annyira jókat mondod. Annyira jó, tök jókat mondod. Ákossal nem volt soha nézeteltérés. Nem volt. Igen. Szóval hát igen, szóval én persze, értem én, csak mégsem. Tudod, tehát, hogy amikor valakit le kell járatni, vagy beszólni, vagy ez beszólt, az beszólt, címlapra tenni. Az nagyon, amikor fröcsögni kell, amikor kicsi, valódi újságírói tevékenységet kellene folytatni, azért az ritka. De az is, abban is igazad van, benézheted. Nincs ez a baj, hibáztunk már mi is. Hibáztunk, én vagyok, bocsánat, röhögjünk együtt magamban. Ja, igen, perelni. Néhány embert ott már annyira elvakított egyébként a mások magánéletében való turkálás ópiuma, és a fröcsögés is a rossz indulat, hogy ennek már nem nagyon tudnak utána nézni. Persze, hát van egy pillanat, az ember már homályosan lát. Kicsit kevesebb arrogancia, és már egész elfogadható, hogy felvállalható lap lehet. Igen, hát nem véletlen a Blik a piacvezető. 9 óra van pontosan, jövünk Ákos hírei után, illetve megmutatjuk, mi a beugró. Jó, figyeljetek! Na, hát akkor írjátok meg, mit hallottunk, jó? 9 óra van pontosan. Szalai Ádám. De nem azt, te kis hamis. Jövünk a hírek után. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 9 óra után vagyunk, pontosan 14 perccel. Hello mindenkinek. Jó reggelt, jó sűrű a ma reggel. Az a dolga. Az a dolga. Hát amikor ilyen van benne, egy ilyen Szalai. Hát kálciumos összeesküvés, 7 óra után, doktorok, kollégiumban lakók, egy kicsi bulvár. Hát, mi van majd? Leckét a konkurenciának, ha lenne. Jaj, de röhögjünk mindig ilyenkor, hogy érezzék az önmagunkban. Ne legyünk bors. Érezzék az iróniát és a zárójelet a hallgatók, ami most persze nem volt. Azt mondja, hogy Szélkámán téren egy autó keresztben áll, az úton elhagyottan. Vigyázzon mindenki, Nemesnád udvar, Sükörs között Fehérbora van továbbra, és Gyula küldte nekünk. Trafi van az M7-esen a 73-as kilométernél a felüljáró mindkét irányban. Balaton irányában 3 elfogó autó rögtön utána. Gergő, köszi, hogy elküldted. Mérnek Nagyváradon, a kolozsvári úton. Jó műsor. Géza Nagyváradról küldte nekünk, de köszönjük. Jó. Köszönjük szépen. Ha jogi perre kerülne a sor, és ez már ugye az előző témánkra vonatkozik, amivel 9 óra előtt foglalkoztunk, ha jogi perre kerülne a sor, szívesen védem a fiatalembert, üdvözlettel Szalai Ádám ügyvéd. Fiúk, a Vidiben van egy Kovács István, rettegjen a negyed ország? Kérdezi egy hallgató. Hát, igen. Melyik Ákosra jöttek? Azt hiszem, hol van? Ja, igen. Ez a Szalai család kézbonyadalom. Ki lesz a következő? Szalai Vivian? Írja egy másik hallgató. Bali, holnapra megcsinálhatátok a címlapot a Borsnak. Már hegyezik a pennájukat.
sárga küldte nekünk. Ha egyezik ők állandóan. Ettől a megszólalástól, gyerekek, engem nem fognak kevésbé vagy jobban utálni a borsban. Utálnak eléggé, úgyhogy... Most már te nem tudsz erre még rátenni. Úgyhogy ettől nem kell félni. A tyúkok vadászterülete a szemétdom. Ettől nem kell félni, gyerekek, hogy rólunk mit írnak, mert rólunk így se úgy írnak soha jót, úgyhogy igazából mindegy. Meg nem csak engem utálnak, ahogy látom, szóval kicsit ott mérgesek az egész világra. A nagy baj álmodt, hogy tele van ott egy csomó ember világfájdalommal, aztán emiatt zajlik ez így ebben a hangnemben. De hát igazából mindegy is. Még most jött, vigyázzatok, tart még ez az országos trafi, gyerekek, csak kecskeméten 4 helyen trafiznak. Holnap estig erre kell számítani. Mindenki menjen rendesen, mert nem csak a védák, tehát a beépítettek, hanem a borából, a transporterből, a Trabant hikomatból, mindenből fotóznak. Igen, abszolút, vigyázzatok tényleg. Meddig van ez a nagy uniós előző? Csütörtök este, holnap estig. Tehát még 2 nap. Jaj, nem szaladtam bele semmibe. Ne siess. Olyan gazdag ez a ma reggeli program, Zimány Linda is felfigyelt rá. Jó, van azért, nem csak mi vagyunk ilyenek. Jó, hát ez a műsor hangvétel. Ez ilyen ez. Mondanak, hát valamit előbb akarok tettem. Kérdezni na, tőletek. Valamit kérdezzem. Most mutatták pont, hogy megérkeztek az aranygéppel az olimpikonjaink. Igen. És ez nagyon jó dolog. És azon gondolkodtam, tegnap olvastam, hogy a para olimpikonok, akik majd nyernek, ők fél pénzt kapnak csak. Hogy ez hogy van? Hogy neki miért nem jár az egész lóvé? Jogos. Miért nem igen. jár? Tehát, hogy én nem érzem kevesebbnek azt a dolgot. Tudom, hogy nem nézik annyian. Fele annyian se nézik a paralimpiát, mint egyébként a rendes olimpiát. Van valószínűleg egy ilyen szemlesütött szégyenérzet abba, aki egyébként egész ember. Mint hogy nem tudjuk a kerekesszékest sem helyén kezel. Nehéz nézni. De hogy az ő teljesítménye, azt szerintem pont ugyanolyan nagy, ha csak nem még egyébként nagyobb is egy picit lélekben, nem feltétlenül sportolóiban, hanem hogy összekapd magad annyira. Biztos, hogy a bársasztégekörnyé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 kör
biztos, hogy nem mitte 100 millió forint. Ez nagyon szomorú, mert ugye minden ilyen program, kommunikáció az arról szól, hogy esélyegyenlőség, hogy kezeldőket ugyanúgy, hogy ad meg a lehetőséget, hogy figyelj rájuk. Szóval, hogy pont az államnak, hogy a kormánynak nem szabadna éreztetni, hogy kevesebbet értek. Ráadásul, ha megszámoljuk, hogy összeszámoljuk, hogy valójában mennyi megspórolt pénzről van itt szó, akkor nyilván, ha a költségvetést nézed, akkor egy nagyon bagatell összeg jön ki. Tehát azért azt látod, hogy ebben az országban sokkal értelmetlenebb dolgokra mennek el, sokkal nagyobb pénzek és sokkal több pénz. Szóval itt most tényleg néhány 10 vagy 100 millióról beszélünk, ami nyilván önmagában sok pénz, ha felét kapja mondjuk egy aranyérmes, 30 vagy 33 millió, körülbelül így állunk, ugye? Na most, ha van mondjuk 3-4 aranyérmesünk, akkor ott 3-4-szer spórolsz meg mondjuk 15 millió vagy 18 millió forintot, bocsánat, ha nem mondok pontos összeget, tehát igazából elhanyagolható. Miközben azt érzed, és azt érezteted, és azt éreztetik velük, és ebben tökéletesen igazad van, hogy a fogyatékkal élő sportoló kevésbé fontos, kevesebbet ér, nem számítasz már nekünk annyira, az országnak, az államnak is senkinek. Ez nem helyes. Ráadásul nem túl szimpatikus. Így van. Tehát rajtuk pont nem szabadna nem spórolni, és nagyon kevés ez az összeg, ezzel nem jutunk előrébb. Meg bárhova tolod be, ahelyett, hogy nekik adnák, ezzel ők sincsenek előrébb. Azért se az oktatás, se az egészségügy, bármi, mondjuk tételezzük, hogy mondjuk ide megy. Nyilván nem biztos. Nagyon sok pénz, szóval, 100 millió, de ebben az esetben szerintem nem. De bagatell, ha mondjuk egy központi költségvetési kérdés nézel, hogy mondjuk nekik, vagy tőlük belőlük kell ezt kiutalni. Nem jó üzenet, ebben igazad van. Én ezt nem is tudtam. Számomra ez teljesen egyértelmű volt, hogy ők ugyanazt a pénzt kapják meg, mert hogy nyilván maga a sport és az olimpia üzenete is ugyanaz, hogy egyek vagyunk, egyformák vagyunk, becsületesen, tisztán küzdünk, de mindegy, hogy honnan, melyik országból, milyen úton, módon jutottál ide, itt ugyanaz vagy, mint a nagyok, a kicsik, mert ez az olimpiai eszme, mutasd meg magad, ha te vagy a legjobb, örülünk. Így nem? Van, és ráadásul szerintem még náluk van egy plusz üzenet is, hogy ugye, ha mondjuk szerzett fogyatékossággal élsz, akkor föl tudtál állni, és csináltál valamit, ami nagy dolog, és ott vagy egy olimpián, egy paralimpián, ahol nyersz. Ami még érdekesebb, hogy 4 éve még 23 millió volt az aranyuk, most 17,5. Tehát ha 4 évvel ezelőtti paralimpián voltál aranyérmes, 23-at kaptál, most 17,5 millió. Tehát csökkentették igen, is. Igen, még csökkentették is, tehát aha, a 23-ból lett 17,5.
Tök igazad van, nem is tudom nem indokolni, védeni semmi. Ez szomorú, igen, ez nem jó, ennek nem jó az üzenete. Leginkább azok felé nézve, akik egyébként ott vannak, sportolnak, nem adták fel, és megpróbálnak, mert miért ne élhetnének ugyanúgy teljes életet. Nem? Ráadásul itt ugyanarra szintre lehetne emelni, mint az egészséges sportolókat, miközben egyébként ők a hétköznapi világban és hétköznapi életben is akár tetszik, akár nem, akár mit mond bárki, és ők azért megkülönböztetett helyzetben vannak, és ezt most nem pozitív értelemben mondom. Nekik sokkal nehezebb az életük. Akárcsak a sport, egyébként már az, hogy eljárjanak reggelenként naponta egyszer, naponta kétszer edzésem, ez is sokkal nehezebb. Nem fogják magukat, ezt beülnek egy autóba, és akkor elmennek valahova, vagy felszállnak a tömegközlekedésre, és ezt mennek négy megállót, és akkor leszállnak. Nem így működik ez a történet. Sokkal nagyobb áldozatokat vár el tőlük a sportolás, mint egy átlagos, egészséges embertől. Hát annyira ráadásul, ugye nyilván anyagilag is kiszolgáltatottabbak, amit te mondasz, hiszen azért a hétköznapokban se biztos, hogy egyenértékű fizetésért tudnak dolgozni, van rá lehetőségük, el tudják végezni azt a munkát, ugye? Tehát baromi nehéz nekik nyilván. Nagyon. Ugye látva azt a fajta szociális hálót azért, ami őket érinti anyagilag minden hónapban, tudjuk azért, hogy nem feltétlen százezerekről beszélünk. És akkor mögöttük nincsenek sportalapítványok, hát nincsenek szponzorok, és még lehetne sorolni. Tehát akkor legalább itt kompenzálhatnának. Igen, itt kellene egyfajta, hát hogy is mondjam, nagy vonalúság, tudod? Vagy egy olyan gondolkodás, ami azt mondja, hogy igen, ugyanúgy szól a himnusz, ugyanúgy neked szól, ugyanúgy nekünk szól. Ez a magyar államnak fontos, mert ennek egy nagyon jó üzenete lenne, és nagyon fontos üzenete lenne. Rájuk nézve is, hát ők is ezért harcolnak, hogy ne nézz rám úgy, ugye Attila filmje is miről szól, tehát kimegy egy mozgássérült kerekesszékben a Hősök terére, és aprót nyomnak a kezébe. Igen. Tehát nagyjából itt tartunk, igen. Ugye? Hát Attila gyönyörű, a Tiszta szíved című film, egyébként gyönyörűen ábrázolja a jelenkori helyzetet, érdemes megnézni azt a filmet, nagyon jó. Aprót nyomsz a kezébe, mert azt hiszed, hogy koldulni van ott. Hát akkor legalább az állam ne ezt üzenje, nem? Igen. Hogy kevesebbet érsz a mi szemünkben is, megkapod a fele pénzt. Jó felvetés. Még közben tényleg rám az a himnusz, ugyanaz a zászló, ugyanúgy magyar állampolgár, abszolút. Ugyanúgy az országnak szeretne dicsőséget szerezni. Hogy ez ország lehet, hogy onnan fakad, ahonnan az is fakad, amit az előbb megpedzettem, hogy mi magunk az átlag ember se tudjuk feltétlenül mindig mit nyilván, kezdeni ennek ezzel van egy anyagi oldal, ez kevesebb bevételt hoz, ez kevesebb nézettséget generál, ez így van. Tehát, hogy nem nézik annyian. Így van, hát ez valójában, ez egy exakt szám, nem nézik annyian. Nem érdekel annyi ember, nem akarsz vele szembesülni, nem látod, rossz érzést nézni, szorongani kezdesz. Van benned egy ilyen borzongás, és azt mondod, hogy hú, milyen szerencsés vagyok, ez nekem nem, de nem bírom nézni, ahogy neki igen. Ez egy, azt gondolom, egyébként valahol egy természetes emberi reakció, ami kivéthetetlen, ez sok emberben felmerül. Jó, de a díjazás ne, hogy már annak a függvénye legyen, igen, hogy milyen nézettségi adatokat produkál egy paralimpiai közvetítés. Igen. Hát ez valóban sajnálom. De látod, te, hogy gondolkozik a hallgató, milyen érdekes, azt írja valaki, már nem írja, mert eltűnt a falamról. Ha valaki gyorsan. De ilyen gyorsan ne töröljük, és rakjunk fekete listára az életed. Igen, legalább hadd olvassuk el előtte. Ott volt a falamon, de már nincs a falamon. Mi a demagókom csiduma? Ja, szerettem volna beolvasni, hogy mennyire. Tök érdekes, megvan neked, mi nem frissít. A demagókom csiduma, ez a hangulatkeltésben azért lekörözöd a borsot már megint a kormány, blablabla. Igen, tehát valaki. A faktor neki ez. Ugye milyen érdekesen gondolkodik az ember, ez sem baj, aha, mert hogy vélemény szól lesz, csak mondod, hogy valakinek ez egy demagóg komcsiduma, hogy azt mondta, hogy de jó lenne, annyit kapnának. Ugye, hogy mennyire nem tudunk egy dologról egyet gondolni. Milyen demagóg, hogy az egyik sportoló, egyik magyar sportoló, aki ugyanazokat a nemzeti színeket viseli, ugyanazt a himnusz dúdolja énekli a szívére tett kezével, jó esetben 35 milliót kap, a másik pedig kap 17,5 milliót. Igen. Ugyanazt a munkát végzel, vagy talán még több munkát végezel, ugyanúgy megnyer egy versenyt, ugyanúgy végigmegy a selejtezőkön, ugyanúgy megveri a világot, és mégis valahogy ő valamiért fel annyi pénzt kap. Hát ez tényleg nagyon demagógus. Nem lenne megnézni, hogy más országban hogy van, hát kíváncsi lennék. Gyerekek, mi van itt? Álszentség, fogyatékos Oscar-díjat sem osztanak. Te normális vagy? Tényleg ide írtad? De várjál, ez egy fogyatékos Oscar-díjat sem osztanak. Hogy fogyatékos Oscar-díjat nem osztanak, akkor ő azt mondja, hogy gyakorlatilag ne mindenki osztanak. Ugyanaz alá megítélés alá esik, akkor ez arról szól, hogy akkor a paralimpiai sportoló is kapjon egyébként ugyanannyit, mint az úgymond egészséges, nem? Igen, abszolút. Remélem, hogy ezt gondolod, már hogy aki írta. Bízom benne. Ha, na jól van, játszunk egyet, itt van már is a hallgatónk, hármas ugrás játszunk. A hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Gábor, hello Gábor, jó reggelt, honnan hívtál minket?
Dunaharasztiból. Harasztiból mit csinálsz arra felé? Itt dolgozom, szakács vagy egy étterembe. Szakács vagy egy étterembe. És már reggel, hát ilyenkor már ki bőven? Hát fél hét hétre kezdünk általában. Megy a felfőzés a menüre. Így van. Mi lesz mondj ma? Egyet, mondj valamit, ami jó lesz ma. Jó lesz ma, paradicsomos húsgombot, takot kell. Nem, nem rossz, nem rossz. Hát... Valami, amit szeretek. Na, a paradicsomos új gombot azért az egy nagy nem rossz, igen, a rakott kell, vagy az a paradicsomos kell, vagy mi az? A rakott kell. Rakott, az nem, de egy jó húsgombot az jó. Emlékszel, az abszolút meg nem főtt krumplival az iskolai menzán? A még szinte nyers, nagyon sótlan. Nem rátok mondom, a nagyon nyers, nagyon sótlan, nagyon íztelen, vagy szétfőzött krumplival? Megvan? A mócsikat. Soha nem felejted el azokat az ízeket. Hús, igazi húsnyomokban tartalmazó, nagyon mócsikos gombocot, kevés szószal, ami az egyedül lehető volt. Vagy rizsel. B-rizsel. Tehát egy ilyen volt. Gyönyörű történet volt. De hát valahogy felnőttünk azért. Így van. Hát igen. Oké, milyenek a kérdések, Jani? Közepes. Igen? Picit talán nehezebb, mint tegnap, de semmi extra. Menni fog. Nem rágtál be senkire, nem hagyott ott az 50-es villamos. Minden volt berágok. Volt ludláb a kedvenc cukiban. Ha annak a függvényén lenne, hogy milyen nehezek a kérdések, akkor minden nap kőkeményeket kaptátok. Begyűjtöttél 3 bónuszbrigád kupont, tehát jó voltál? Jó van. Hányadik születésnapját ünnepli idén a fővárosi állat és növénykert? 100%-ot. Ej, de maga biztos voltál. 50 évvel ezelőtt ünnepelték a 100-at. Vagyis? 150. Sajnos ezt elég sok el lehetett hallani. Nem rejtették véka alá. Nagy ünneplés volt, nagy ünneplés volt. Igen, hát gyakorlatilag egész évben folyamatosan. Igen. Na most mi legyen? Hát semmi. Hát gyors játék volt. Ez egy gyors játék volt, ezt ereszke, hogy mondjuk. Nem, úgy értettem, hogy most búcsúzzunk el, vagy még dumáljunk egy igen. Okay. Sajnáljuk. Hát nem is volt. Sokat lehetett hallani, nagyon sok programjuk volt, nagyon sok helyen hirdették ezt a dolgot. Gábor, legközelebb, jó? Ha lesz. Rendben van. Jó, köszönjétek, hogy jó munkát nektek. Sziasztok. Ciao, hello, hello. Hello. Én a rakutkát is szeretem. Ez kit érdekel. 2 perc, pontosan 9:30, jövünk a hírek, illetve a reklám után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 9:30 múlt, pontosan 4 perccel, mutatjuk, hogy miről volt szó ma reggel. Hét óra után egy nagyon érdekes témával foglalkoztunk, egy orvos nyílt levelével, dr. Novák Hunor írt nyílt levelet az allergiában hatástalan kalciumról, és ez a levél ugye hát felrobbantotta az internetet. Azt írta, hogy nyílt levél mindenki ez a kálciumról, és azért gondoltuk, hogy felhívjuk, mert hát mi is meglepődtünk ezen a levélen hosszú-hosszú évtizedek óta. Az ember azt hallja, hogy a gyermeke allergiás, vagy ő igyon meg egy pesgőtablettát, vagy írasson a dokival kálciumot ampulla formájában, egye meg, igya meg, és jól lesz. És most egyébként ezen nyílt levélhez rengeteg orvos, klinikai igazgató, immunológus, allergia szövetség elnök, vagy elnöke, hát szóval nagyon sokan gyermekgyógyászatból csatlakoztak mindokik, és felhívtuk, hogy mondja el nekünk, hogy hogy van az, hogyha az orvosok sem gondolkoznak egyöntetően egy bizonyos, nem tudom, vitaminról, mint mondjuk a kálcium, akkor hogy van az, hogy mi tudjuk, hogy nekünk mit ír fel a doki, és beszedjük, vagy ne? Először magukat győzzék meg, hogy aztán az orvos nekünk azt kommunikálja, amit kell. Mert hogy sokszor a doki mondja, hogy kedves szülő, kálciumot a gyermeknek. Ráadásul ugye évtizedes beidegződésekről van szó, már nagymamáink is azt mondták, hogy kálciumot, szüleink, és ezt mondták, mi is készséggel elfogadjuk, hogy az orvos azt mondja nekünk, már pedig kinek higgyél, hanem az orvosnak. Igen, nem lehet mondani, hogy az ő agyszüleménye, nagyon sokan mögé álltak, és elmondták, hogy ne használjunk kálciumot allergiára. Felhívtuk és megkérdeztük, miért ne, árt-e a kálcium akkor, és mi történt az elmúlt 20 évben, amikor mindenki ezt írta fel nekünk. Valamint megtaláltuk Szalai Ádámot, nem a focista Szalai Ádámot, hanem a másik Szalai Ádámot, akinek a Bors ugye levelet írt, hogy nyilatkozzon Iszakesztiről és a kapcsolatáról. Kikapos lett ez az esztén. Minden cukrot, mi is? Olyan értem. Igen, aztán ugye hát... Hírbe hozzá. Igen, kiderült, hogy Szalai Ádámot ugyanúgy hívják, mint Szalai Ádám. De fura. Nem, fura. De hogy nem a focista Szalai Ádámnak írt a Bors levelet. Nekem nem cseng össze ez a két név. Hanem a másik Szalai Ádám, aki egyébként készségesen válaszolt a Bors kérdéseire. Nem is akárhogy. Nem is akárhogy, mi pedig megkértük, hogy mondja el a teljes történetet. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:10 lesz pontosan egy perc, nagyon helyes Facebook hozzászólások vannak. Az én férjem juhász rólam, na nem a focista, hanem egy másik. Aztán írt nekünk László Pap, akkor én mit mondjak? Kis Tibi, én meg a Kis Tibi vagyok, de nem a Krimbis. Olyan jók jönnek.
Hello, Csabi, jó reggelt, hello. Jó reggelt. Ciao. Hello. Hát sajnálom szegény srácot, ha megkurcolják. Nem, hiszen. Ja, hozzáteszem, hogy én is elolvastam, és olyan furcsának is tűnt elsőre, hogy a Szalai Ádám ilyeneket nyilatkozik, de én az igazi focista Szalai Ádámra gondoltam, miközben olvastam a szavait, de hát így utólag azért szép a történet. Érthető. Igen, helyes. Helyes történet. Igen. Jó pofa. Csóka volt egyébként. Igen. A Facebookon írt egy civil Orbán Viktor, hogy akkor én most mit szóljak? Sok hát, ugye? Nehéz. Betelefonálsz, hogy elromlott a digid, jöjjön neki, Orbán Viktor vagyok. Azért az vagyok. Igen. Egy perc. Már kapogtatnak. Hallottad, kicsit már kopognak egyébként? Elnézést a stadionnal szembe. Volt idő, hát ezt elmeséltem, mikor én a Fridi meg a Vágó nevére foglaltam mindig asztalt, és megnéztem, hogy ki kapja a jobb asztalt mindig. Éttermekbe így telefonáltam be, hogy az asszisztens vagyok, és szeretném. De és akkor Vágót már... beütették asztal mellé, éreztem, hogy kicsit elő, vagy a üveg mellé való hátra, mondom, jó van, István Ázsió esik. Fridi tagyó hátra tették, akkor le lehetett tesztelni, ha mindig más néven jelentkeztél be, hogy kit hova ültetnek. Fridi nevével most már nem viccelsz. Miért? Lemaradtam valamiről? Nem szabad? Történt valami? Ja, akkor nem. Csabi, jól vagy? Meleg van kint? Mi újság? Visszajött a rövid nadrág, gyerekek. Na. Tehát amit hétfőn azt gondoltuk, hogy vége, hogy akkor kész, ennyi volt a nyár, és akkor most már várhatjuk a suli kezdést, az teljesen igazi strandidő van. De most nem a suli kezdés ettől nem csúszik. Csak nem csúszik, sajnos. Jó, te azt veszed fel, amit a Laura kikészít reggel. Ez is igaz. Nem magadból indul ki. Tudok magamtól is öltözködni. Ha ki van készítve. Így van. Igen, Laura mindig kikészít nekem reggel valamint, de korábban jövök el, mint te. Igen, ezért nem tudod felvenni. Szóval egy rövid gatyás pólós? Még egyszer rövid nadrág, tehát nem tudom, mit terveztetek ma délutánra, de mehettek nyugodtan strandra, mert olyan idő van. Lehet, hogy a vizek nem melegedtek még fel annyira. Uh-huh. Nem tudom, hogy lubickolni lehessen, de napozni lehet. De rég voltam ilyen klasszik, ilyen palatinúz, vagy dagály, tehát ilyen strandon. A Balcsin voltam, jó volt ilyen szabad strandon is, meg fizetősen, de ez a budapesti klasszik 11 órakor indul a hullámfürdő szolgáltatás. Eltűnően ronda kisfiú várja anyukáját a recepcióra. Jártok? Szoktatok? Én nagyon nem. Én tegnap voltam a dagályban. Na! Ugyanaz. Ott na jó, de te ilyen úszás jelleget nem gondolt. Úszósak a szemüveg. Persze. De régi, 8-as pálya. Régi gumis ide húzva, idáig fönnő, ide úszó szemüveg. Köldökig felhúzott úszogatja. A pálmát szedjék ki! Igen, a 8-as rajtkő, ez vizes lepedőt kérünk. Tegyenek slagot a szájába. Több oxigén, ne állják körül, hozzánk a vizes lepedőt, Partommal, visszahúzzuk, tartsunk ki, visszahúzzuk. Na jó, de keresztül mész ott az olyan területeken is, és akkor abszolút működik. Tök ez jó, én bírtam gyerekkorommal. Mentél a kis busszal ki a Margit szigetre, besétáltál, mert nem mindig állt meg ott a busz, sokat kellett sétálni, és akkor sorbáltál, kabinjeggyel, jött egy kis leselkedős bácsi, nézte, egy fiatal fiú, stíről egy kicsit, nem volt ilyen élményed? Ja, ez a része nem. Nem volt soha. Jött ki zsírkétával, rakta az X-et, és akkor úgy megállogatott egy picit, amíg elkezdted átvenni a nadrágodat. Volt, hát az X-et foglalt a kabin. Rakott egy X-et, azt letörölte úgy, ökölbe szorított, tenyérrel úgy törölte le mindig az X-et, ugye szecska a szintén Széchenyi, hogy ugye hát nem szivacsa, mert az már nem volt neki, hanem így ezzel a kis bőrével. A bőrével letörölte, fölrakott egy új X-et, valahogy megjelölte magának, hogy foglalt, nem foglalt, adta a bilétát. Kukkolójuk volt? Kukkoló is volt. És ugye nem mindig menték kabinba, hanem ott anyád látszott, hogy költözz el. És láttad, hogy a kabinos bácsi nem nagyon megy arrébb. Aha, megnézi, hogy igen. Mi a kínálat. Igen. És akkor forgolottál egy ideig, aztán még mindig nem ment arrébb, és akkor vagy anyád rászólt, hogy menjen arrébb, vagy előtt átöltöztél. Nem, nincs ilyen élményetek? De gyanúsan, finom a pedokabinos bácsi, nincs meg. Úgy kígyósan nem volt, ott kabinos nénik voltak. Nem tudom, hogy jobb is. Nem tudom, hogy gyerekek melyik a legnagyobb trauma, vagy melyik nagyobb trauma. Én csak azt hittem, hogy szereti a gyerekeket. Igen, egyébként igen. Csabi, neked se? Én Szexárdon nőttem fel, ott volt strand, de ilyen kabinos néni, kabinos bácsi feeling nincs meg. Vagy csak nem emlékszem rá, de hát valószínűleg nem is volt, mert azért csak emlékeznék. Arra igen, hogy ugye én úszó voltam, tizenéves koraim vagy éveim elején, és hát azért meglehetősen nagy szeretettel leskerültünk mi a női öltözőbe. Hát, apró. 12-3 évesen azért ez az emberben benne van, hogy véletlenül arra téved, ja nem ez a férfi öltöző? Hát csak pár éve járunk, de pont összekevertük, igen. Tehát ilyen volt.
Jó is az, hát az milyen szétség, mert volt úgy, hogy koldukát, hát ha kabinba mentél, az oda bárki mehetett. Aztán szétszették, most nem tudom, hogy van, hogy külön női férfi. Igen, mert ugye te bementél a kabinba, és akkor ott mindegy, hogy öltözöl, aztán ezt már szétbontották, de jártam én még akkor, amikor ugye koldukát volt. És akkor véletlenül rányítottál. Igen. Én is próbálkoztam. Nagyon már szörnyű az ott berakott. Kisgyerek vagyok. Általában ez a nénivel. Átállott a kis vizes úszógatyádban, ugye, kis törőközőben nagyon fázva, és amíg nem jött a kabinos, te nem tudtál bemenni, mert vagy nála maradt a biléta, vagy ő nyitotta ki neked, és akkor megnézte, hogy a zsetonodod a szám, illetve a belül fölírt szám, az ugye egyezik-e. Így tudta megnézni, hogy jó kabinba mész-e. Adták ki 200 forintot, akkor hamar nyitotta. Tényleg? Tömköted a zsebébe a pénzt, igen. Na jó, hívjuk a naphallgatóját. Aztán elbutott. Barackot ittunk mindig. Mit ittatok? Extra. Emlékeztek? Volt egy ilyen márka, hogy extra, és barackó volt. És az a nyári íze azóta is nálam. Új kígyós és strandfürdőben. Még volt kádfürdő is. Mert otthon csak dése. Tényleg. Bevittétek a kádba? A strandon? Mindenki, sokan jártak. Kivittétek a strandra a kádba? Mondta, hogy nem vittétek. Nem, volt. Jó. Halló, jó reggelt, morning show. Oh, hello! Mi vagyunk? Hello! Csabi, Jani, Feri, Balázs. Hello! Hát akkor ez elúszhat. Hogy hívnak? Hello! Hello. Dávid, ciao. Dávid, elfelejtetted, hogy írtál SMS-t, vagy nem számítottál ránk? Ja, nem számítottam. Vártam hívást, de nem tőletek, hát de most az elúzat. Igen, mindig Petőfit hallgatok, azt hittem ők hívnak. Jó, ugye nagyon helyes, amit írtál. Azt írtad nekünk, ugye itt foglalkozunk Kiszakeszti Szalai Ádám ügyével. Annyit írtál nekünk SMS-ben. Akkor most összejött Eszti és Szalai Ádám, vagy nem. Üdv, Dobrádi Ákos. Szerettem. Ja, azért dobjátok egy e-mailt, hogyha mégis. Ja, ha mégis ezt is szabad? Aha. Jó van. Figyelj, hát te vagy a naphallgatója, ajándékcsomagot sajnos nem tudunk adni, de az SMS-edet nagyon szeretjük. Illetve ha meghallgatod a reklámblokkot, ott van egy-két plusz ajándékod, ahogy látom. Jó, azokat meg fogod kapni nem sokára. Egy Bon Jovi Csabinál. Igen, egy Bon Jovi Csabinál, és néhány tárgyi ajándék. Jó, köszi, hogy minket hallgat. Köszi. Ciao. Ciao, hello. De ez Bon Jovi tényleg? Legyen? Lehet. Jó. Én szeretem ezt az újat. Visszatérve a strandorkra, a lupát próbáltam ki. A genetai féle lupa? És gyerekkoromban emlékszem rá, hogy szexár mellett voltak ilyen... Annak még nincs múltja, nem ez a régi. Bányatavak, és mentünk oda, az tiltott volt, ugye? De gyerekkoromban azt nagyon-nagyon szerettem. És ez a feeling, ez visszajött, bár értelemszerűen itt azért sokkal biztonságosabb, mert hogy vannak, nem tudom, ilyen, akik vigyáznak a vízre, meg az emberkékre. És nincsenek daruk a vízben. És nincsenek daruk a vízben, de az, hogy ilyen hirtelen mélyül, és pillanatok alatt eltűnik a talaj a lábad alól, az tudom, az miért. Én hullattam majdnem bányatóban, nem szerencsés. Én mindig úgy mentem, hogy már tudtam úszni, tehát csak akkor. Jó, átadom a szüleimnek az üzenetet, értem én, hogy valami elmaradt. Értem én, jó. Na, és ez az új, megújított lupa? Én nagyon-nagyon bírtam. Na, de mesélj már róla kicsit, milyen? Nem tudom, hogy milyen volt előtte, mert előtte sosem voltam. Nagyon sokan írták, hogy azért nem volt ennyire szépen kiépítve. Tehát ott rengeteg homokot vittek oda valószínűleg, mert egy ilyen homokos partot építettek ki. Uh-huh. Folyamatosan dolgoznak most is, tehát ott vannak a markolók, tehát mintha bővítenék. Csak tehát, nem a vízben állva. Nem a vízben állva, hanem ott nem kotornak mellette. A partot építették, de ilyen nagyon hangulatos. Ezekből a konténerekből állítottak össze mindent. Tehát az étkezőket, az öltözőket, a mosdókat. Tök jól megvan csinálva, hatalmas nagy ilyen homokos focipálya van, labdapálya. Koncertek, színpad? Azt még nem találtam, színpadot. Az is lesz. Egy DJ színpadot láttam ott, de ami tök jó, hogy a vízre ráraktak három ilyen stéget, jól be kell úszni hozzá, és onnan lehet ugrálni. Tehát, hogy hol találsz ma egy olyan strandot, ahol nem szólnak rád, ha ugrálsz, érted? Igen. Mm-hmm. Jó, és akkor eszék, hova küldik a család élbelépőt? Ide a rádióba, hova? Jó, szegény Csabi, én kérdeztem, de... Hát a gerendai azért tök jó, amihez nyugodt. Zseniálisan meg van csinálva. Tök jó. A gyerekek is nagyon élvezték, úgyhogy most a gyömrő is ott szeretném. Két hét megvan. Nem sokára érkezik a Szigetirodából, hogy egy lezárt boríték. A gyömrői tóra szeretnék most kimenni. Ott is csinálsz valamit a gerendőn, sem? Nem, ott van egy sima tó, de ugyanis strandként működik. Tök jó az is. Na milyen zenék lesznek, Csabi? Mondj valamit. Remek zenék? Na figyeljetek, most újat hozok nektek, mert hogy tudnék olyat ajánlani, amit ismertek, de tudom, hogy azért, mert új és nem ismeritek a neveket, le fogjátok húzni, de vállalom a felelősséget. Martin Garrix nevét talán már hallottátok, ő egy holland DJ, és ott van az élvonalban, az első ötben mindig. Akkor hallottuk.
ugye? És Bibi Rexha. Ő pedig egy albán származású amerikai énekesnő. Vele is találkozhatatok már, például a Hey Mamában is benne van, a David Guetta, a Nicki Minaj dalban. És most ők közösen, a Martin Garrix, a Bibi Rexával közösen készítettek egy dalt, In the Name of Love, ez a címe. Az egy YouTube dal. Van a YouTube-nak is egy ilyen dala. Ja, de akkor nem feldolgozás? Nem, ez egy új, nem, ez egy saját dal, csak a címe ugyanaz, meg hasonló. Csavikám, meghallgatjuk érdeklődve. Figyelünk majd. Jó? 555-55-00. Ha szeretnétek dalt kérni Csabitól, hívjátok ezt a számot, vagy írjátok SMS-t, mi pedig holnap 6-kor jövünk. Szevasztok! Ciao. Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.